Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Télen is nyáron a hajnal hasad, a melóban vagy, csak pirítod a hasad. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Klassz FM-en. 6 óra múlt 11 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri, hello Jani, hello. Jó reggelt. Jó reggelt kívánunk mindenkinek a drága hét legboldogabb napján. Hát, majd meglátjuk, persze. Reméljük, hogy az lesz. Ez most még nekem nem az, gyerekek, ez valami elképesztő. Remélem, hogy az lesz tényleg a legboldogabb. Gyerekek, életem legdurvább bónusz esője. De tényleg, tehát kiszálltam a kocsiból, sétáltam 3 métert, majdnem 4-szer elestem. A kocsi csúszkált össze-vissza, majdnem neki mentem előttem egy autónak, két nagyon autó előttem veszélyes. Majdnem összetörte magát, majdnem telibe vágtak hátulról, mindez 20 perc alatt, amíg ide értem. És ebben semmi túlzás nincs. Fú, szerintem ez most az évszázadonos esője. Vagy én nem tudom, hogy mi van. Nem tudhatjuk. Ez döbbenet. Nagyon súlyos. Aki teheti, az tényleg, és ez nagyon komolyan mondjuk, hogy aki teheti, hogy autó nélkül menje be a munkahelyére, az inkább hagyja ki. Fővárosban hát, most már főutakat lehet járni, vagy legalábbis amire én jöttem, de amikor én kijöttem a mi kis utcánkba, egy ilyen laza kitekintés volt reggel, elmondom, esett éjszaka az eső, tudod, csillog, kijössz, és nem tudsz megállni. Nem tudom, hogy mivel a jobb jönni. Tehát ha gyalogos vagy, akkor le kell menned az aluljárba, föl kell jönni, föl kell lépned a villamosról, le kell lépned a villamosról, át kell menned az úton vissza. Ha autóba ülsz, akkor legalább lehet, hogy jobban biztonságban vagy. Nem tudom, hogy mi a jó megoldás, akinek van mondjuk autója és gyalog is mehet, de az, hogy egy rohadmányos sószóró nincsen sehol, gyerekek, azt szerintem totál nonsense. Tehát én jövök egy 25 percet, majdnem fél órát, és jövök egy 20 kilométert, hogy 22 kilométert, és egy darab sósz, senki. Jogos. Hogy ez hogy van? Nem úgy van, hogy nem lehet a jég tetejére szórni, csak az alászó, tehát hogy tök fölösleges kész lehet, hogy nem. Nekem van egy ilyen emlékem, amikor azt mondták, hogy csak az alásózás a jégeső ellen a jó, tehát ha már lesózod, akkor nem fagy le. Akkor hogy... talán jogos a kérdés, hogy akkor miért nem sózták alá? Mert hogy egyébként ezt előre jelezték, azt, hogy erre lehet majd számítani. Egyrészt, másrészt meg, ugye az, hogy a mellékutak nincsenek sózva, az egy dolog. A lehetetlen minden nyilván, hát több millió kilométer van kis túlzással, itt mellékutak. Az út, például. De tényleg, tehát... És saját személyes tapasztalat reggel, hogy azért ott nem igen találkoztam én semmi hasonlóval, és nagyon-nagyon veszélyes. Aki mondjuk így preferálhatja mondjuk a kötött pályás közlekedést, tehát villamost, vasutat, metrót, akármi, az inkább azzal közlekedjen. Nyilván, amikor már egy picit melegedni fog az idő, akkor ez enyhülni fog. Tehát még tudom, hogy 10 óra magasságában, amikor már nem lesznek, mert nincsen olyan nagyon hideg. -3-at. Ez a klasszik hónos eső, amikor ilyen -1-0, tudod, kimész, azt szed eső, és közben látod minden autón. A busz megálló, villamos megálló, csúszkálnak az emberek, esik el mindenki. Figyelj, olyan volt, mintha nem tudom, ilyen 20 km földrengésbe jönnék. Autók balra, jobbra, valaki vészvillogóval áll az árok szélén, nem volt összetörő, semmi, csak áll. Tehát ilyen háborús övezet lett egy pillanaton belül az ország. Nem lehet szörnyű volt. Reggeli lendülettel bejönni, azt így, nem, tehát, hogy a rutinból senki ne vezessen. És ne csak ne vezesse, hanem a gyalogosoknak is érdemes odafigyelni, mert nem tud megállni az autó. Abszolút. Tehát, hogy amikor lelépsz elé, egyébként azt mondanád, hogy még simán megáll, az most nem tud megállni az a kocsi, úgyhogy arra is kell figyelni. Hát nálunk gyalogosokat támogattak a határúti metró megállóban, hogy le tudjanak jönni. Ott azért van egy-két patka, meg mit tudom én, leszállsz az éjszakai járatról, átmész a villamosineken, lemész. Igen. Hány lépcső, le kell, föl kell menni, tényleg. Tehát ma sokszor mondjuk, de tényleg csak az vezessen, aki nagyon bízik magában, és tud. A legjobb, ha valaki kicsit bizonytalan, vagy fél, hogy összetöri magát, ott egyszerűen otthon marad. Mert hogy ez most tényleg valójában nagyon durva. Én nem szoktam így rémizgetni senkit, de megizzadtam azzal egyrészt, hogy beérjek, mert én ugyanabban az időben indultam, tehát szakköröztem, hogy mondta sanszos, hogy itt lesz még egy zene. De aztán beértem, de hát amit autósok csinálnak, az kicsit csúszik az út, és esnek elnek. Szóval nyilván van, aki joggal. De ugye valaki úgy indult el, gondolom reggel, hogy nem tudta. Á. És aztán útközben szembesült, hogy Jézusom, az, ami alattam van, az nem egy kicsit dél a mellékutcában, hanem a főutcákon is ólomos eső. De hogy ezt nem lehet valahogy kivédeni, azért ezt nekem senki nem mondja, hogy annyit só leszórni legalább a főútvonalra, tehát a Szerémi út, az M1-M7 bevezetője, a Lágymányosi hídra, a Budai felhajtó út. Ja, ezek se. Tehát én ezekkel jövök végig. Most nem az M1-M7 bevezetőjétem, hanem a Szerémén és a hatoson ott végig a Duna mellett. Azt illene sózni. És csúszott. És a Lágymányosi Budai felhajtója kanyarba szintén csúszik. Tehát, hogy oda nem lehet valamit tenni, nem tudom. És ezt jelezték. Tehát ezt mondták, hogy hatalmas nagy ónos eső, úgyhogy a meteorológiai szolgálatokat nem lehet hibáztatni. Ők ezt tegnap elmondták. Az ember ilyenkor olyan gyanakodva nézi, hogy hát itt tényleg tavasszal szakkörözik mindenki, meg ősszel a hókotrók, meg jönnek-mennek, azt ilyenkor meg úgy nincs.
De akkor egyet se látok úgy, aki jön haza a munkából, mert éjjel végzett a sózással? Nem. Egyet sem. Nem láttam. Valamit csak lehet csinálni ezzel, nem? A Hungáriát szerintem sózták, mert az csak ilyen sónedves volt, azon lehetett. Meg tudod, hogy ahol sokan mennek, az egy fölolvad, az fölszedi. Tehát azért ott, ha bármekkora ónos eső van, a háromsávos sók, azért az sokszor már ugye a meleg, meg a hőmérséklet és a gumik azok szépen felszedik. Most kritikus ez nagyon. Tehát, hogy majd amikor jönnek a pluszok, mert a napközben egyébként vastagon pluszok lesznek, legalábbis ezt prognosztizálták, akkor már ez nyilván enyhülni fog, de mondjuk a városon kívül, a településünkön kívül, ott azért a környezeti hatások azok a másokat mindig sokkal később szokott ez így elolvadni, eltűnni. Aha. Úgyhogy nagyon-nagyon óvatosan. Hát szerintem, akik kertesházban laknak, azok mondjuk mások érdekében is, hogyha tehetik, akkor a járdákat próbálják meg lesózni, vagy húzzák ki a csíkos marvelből a salakot, igen, meg a hamut. Én csak azért nem vágódtam el, mert ugye garázsból állok ki egyből kocsival, tehát én nem jövök ki reggel. Aki kilép, szerintem ma, ha a statisztikai rögös összeszámolánk, hogy hány törés, combnyaktörés, bokatörés, igen, az gondolod, hogy kilépsz és mit sem sejtesz, és a következő pillanatban vége van. Itt is a biztonsági őreink szólnak mindenkinek, figyelj az első lépcsőnél, mikor mész ki. Figyelj, a kocsitól 10 métert jöttem, és úgy totyogtam, mint egy ilyen paper, tudod, aki még rájött, hogy Jézus Isten, és néztem közben az állókocsikat, és mindenhol minden lefagyva, úgyhogy... Hát nem tudom, ezt tudom, hogy mindennek van értelme, és sokszor mondom, a természet legnagyobb tévedése. Tehát van értelme az esőnek, a hónak, a napnak, a hidegnek, mindennek van, de a természet is téved. Szerintem az ónos eső a természet egyetlen tévedése. Ezt egy más napon teremtette az úr. Igen, ezt magyaráz, mindent meg tudok a természetben magyarázni, hogy mi miért. Az ónos eső teljesen értelmezhetetlen. Ez mit ad hozzá, nem? Semmit. Semmit az ég egyet a világon. Sószórós Misi írta, hogy 12 órában dolgoznak. Na, hál' Isten, jó. Nem bántani akartam őket, csak az emberben autósként ez felmerül, hogy tényleg ősszel láthatod gyakorlatozni, meg mennek, jönnek, villognak, mindent csinálnak, mint 13 fokban novemberbe, és aztán ilyenkor meg valahogy nézi az ember. Kíváncsi voltam, direkt figyeltem, hogy valahol egy kósza sószóró. Aztán az is lehet, hogy az a magyarázat, hogy nem lehet már. Ilyenkor nem tudnak mit csinálni. Nem hiszem, most de milyen? Lehet, hogy ez van. Magánház előtte vagy a felelős? Igen. Biztos? Én most a napokban, mintha olvastam volna egy ilyet. Hogy hát, hogyha előtted valaki elfrakol, hát... De most oké, hajnali 5-kor, nem mi, akik fölkelünk korán, mondjuk az én családom kellene egyébként 7-kor, mert a gyereket 8-ra oda tudjuk vinni az iskolába, és valaki 6-kor elesik előttem. Úgy, hogy este, amikor én lefeküdtem 11-kor aludni, akkor még nem volt jég. Jó kérdés, hogy akkor ki a hibás. Ne, ezért meg nem büntetnek. Nem. Vagy beterelhet, aki elesett és eltörte a lábát? Jó kérdés. Hát nézzük a dolognak mondjuk az észszerű részét. Az önkormányzat nem fogja letakarítani az összes hozzá tartozó közutat meg. Okay, illetve de 11-kor lefeküdtem, nem volt jég. 7-kor kelek, de 6-kor volt jég, valaki elesett. Én nem ébredtem fel arra, hogy esik az ónos eső. Na? Igen, nem tudom. Szerintem nem. Nem. Hát nem hiszem. Én gyerekek, én se sózom a kapu kijárót. Mondjuk ott inkább autósok mennek. Jó, nálatok nem nagyon járnak. Tehát, hogy ott nálatok nincsen közvetlenül. Nincs, gyalogos járda nincsen. Gyalogos járda előttetek. Tehát én kertváros érsz, aki arra lakik, elmegy, sétáltatja a gyereket, de az, hogy eljussál egy busz megállózott, nem mész el. Tehát nem arra kell menni, igen. Aha, de nálunk kell. Anya, ha hallasz. Melyik a villanyórában van útszóró, só, léci, szord le. De a villanyórát nem bonthatod meg, tudod. Jaj, a mágnes miatt? Ebben igazad van. Nem mögötte van, előtte van letéve, ez zsákba. Miki írja, ez egy ötlet, hogy minden gyalogos vigyen magával 1 kiló sót. Ja, és magad előtt. Az milyen jó, és sózod magad előtt, illetve te már mész, és ott már ment előtted valaki, mindig magad után sózod. És egyre több ilyen sós vonal lenne ugye az ország utcáin, és mindenki egy kicsit sózna, sőt, és ezzel megmentene valakit az eséstől. Sőt, kösd fel a derekadra hátra a sós zacskót, és alul szúrt ki, és akkor automatikusan sózol magad után. Na? Ah, tök jó. És mindig mennének a gyalogosok, és mindenkinek a kis só folyna ki a hátulján. Igen. A sószor autó előtt kisózza az utat. Autó ne kerüljön bajba. Hát ez látod, jó kérdés. Igen. Elősózó autó. Azt írják, hogy van egy sószóró a Rákóczi hídon, és sószórós Misit kérdezném, ez is esemes, hogy hol dolgoznak. Egyet sem láttam se a Bécsi úton, se a Soroksárin, se a kettő között. Valamint ide valaki, ezt nem tudom ki, mert nem írta rá, Magyar Közút Kft. Éjszaka csak 2:30-kor küldték a sószórókat, beszéltem velük éjjel. Aha. Uh-huh. Ákos üzengetek esemesben, vagy valaki ennyire lelkes, hogy fölhívta a Magyar Közútkezelő Kft.-t, nem tudom. Na, de még mielőtt valaki megírná, hogy a baleset veszélyes helyzeten jópofáskodunk, kínunkban evetünk, tehát ez minket ugyanúgy érint. Ez a helyzet sajnos. Tehát, hogy ez tényleg mindenki vegyen nagyon... Ezt is félreérti. Így van. Azért is mondom, kifejezetten kihangsúlyozom. Tehát, hogy
vagy nem a helyzeten viccelődünk, ez minket ugyanolyan vastagon érint és húsba vágol, tehát mindenki nagyon-nagyon óvatosan álljon hozzá a helyzethez, mert tényleg nem vicces. Igen. Ez nem. Nem tudom, olyan nyomott hangulatban voltam tegnap egész nap, emiatt a történet miatt folyamatosan néztem az internetet, hogy mi történik, hogy történik. Én azt hittem, már éjszaka elkapják őket. Nem tudom, ez valahogy rám ült ez a történet. Ez a tegnapi, meg tegnap előtti. A párizsi események, igen, és folyamatosan azon drukkoltam, hogy na most már megvannak. Azt hittem, hogy a benzinkút kirablása után, mert ugye ott tart a történet, hogy most valahol elvileg bekerítették őket a nyugati része, nem tudom, egy kisebb kis falucskában. De egy valahogy úgy nagyon sok műsort hallgattam ezzel kapcsolatban. Kossuthon volt róla szó, még a Tilos Rádión, sokat autóztam, sokat volt a műsorban, hogy úgy tényleg úgy megrázta az embereket, és úgy mindenkit olyan kicsit hasonló, nyilván nem lehet teljesen összehasonlítani, de olyan 2001. szeptember 11-e, hogy ott van, gondolkozol rajta, mit lehetett volna csinálni, ki lehetett evideni, mi történt, szegény áldozatok, úristen, mi lehet. Annyit gondolkoztam ezen tegnap, nem tudom, hogy miért. Aztán még este elolvastam, nem kapták el őket, és reggel az volt az első, hogy megnéztem, hogy megvannak-e. De még azt látom, hogy még mindig hajtóvadászat van, és továbbra is felmerül egy csomó kérdés, amit újra nem értek egyébként. Hát most egy Párizsnál nagyobb erdő részt kezdtek el tegnap ugye vizsgálni. Helikopterekkel, kutyákkal. 70 ezer ember megy most már arra felé. És volt egy olyan hír, hogy az egyik falunak a családi házában meghúzódtak, akkor nyilván mindenki oda ment, mindenki pánikba esett, hogy úristen, akkor most itt vannak az én padlásomon, csak nem tudom. Most a tárgyak nem voltak, akkor az erdőt vizsgálják, nehéz, nyilván nem lehet két ilyen meg embert. Hát, nyilvánvaló egyébként, hogy támpontot sem akarnak adni ezek az emberek, ugyanúgy olvassák az újságot, hallgatják a rádiót, nézik a tévét, és az onnan kiáramló híreket fel tudják használni mondjuk a menekülés során, tehát nyilvánvaló, hogy nem mondanak el mindent a hatóságok. Persze, és nagyon fura ez a személyigazolvány, szóval, hogy ezek olyan fura dolgok, hogy két ilyen ember, aki sajnos ennyire profi, ugye, hát láttuk meg, hát szakértők is mondják, hogy nyilván itt nem két cigaretta tolvajról volt szó, hirtelen ott hagyják az autóban a személyigazolvány, és másnap már, vagy aznap már tudják, hogy kik az elkövetők. Mert egyébként tök profik, minden van náluk, de a személyigazolvány ott marad a kocsiba. Tehát itt szerintem olyan nagy viszed egy ilyen hazugságok mennek, szerintem. És annyi mindent tudnak a hatóságok, amit mi nem tudunk, és szóval, hogy nagyon sok kérdés van, nem? Hogy van az, hogy ott van a személyigazolvány? Szerintem nem is viszed el. Hát és lerakod a kocsiba, és ott hagyod a kesztyűtartóba? Direkt, hogy vegyék észre, hogy te ki voltál? Lehet ez egy üzenet, hogy tudjátok meg, igen? De ez úgyis meg tudják, ha elkapják őket, nyilván elkapják őket. Vagy így, vagy úgy valószínűleg, hogy végzetes kimenetelő. És simán lehet, hogy ezek az állatok ezek egyszerűen büszkék arra, amit tettek, és azt mondják, hogy tessék, jó napot kívánok, mi vagyunk azok, na? Értek, kapjatok el, de egyébként meg de halkabb vagy várjál, adok. Nem vagy halkabb, vagy olyan, ha csak halkan beszélsz? Aha, nem, most nem üvöltök. Szóval igen, hogy megvan, ott van a személyigazolvány. Hát hogy? Nem is ezt, érted tényleg, ezt? Tényleg. Hirtelen előkerül egy személyigazolvány. Hirtelen azt mondják a francia hatóságok, hogy egyébként igen, hát a látókörünkben volt. Ja, egyébként igen, tudtunk róla, de hát nem tudtuk megakadályozni, de már tudjuk, hogy kik. Hogy van ez? A harmadik fiúval mi van? Az kiderült, hogy az elfogadták az alibiét, hogy iskolában volt? Hát az vizsgálják. Azt nem tudom. Nem figyeltem én se azt a részét. Hát kemény, mindenki összeállt, ugye mindenki emlékezett a tegnapi napon a szomorú eseményre, aztán most megvárjuk a fejleményét. Igen. A dolognak, ami viszont rossz hír, hogy ugye azt írták, hogy egyéb esemény is várható, tehát egyéb ilyen jellegű terrorcselekmény is. Most legalábbis igen. A franciák azt mondják, hogy mások is készülnek. És Franciaországon belül, igen. Vagy esetleg Spanyolország, Madrid, a francia Anglia. Titkos rendőrség, vagy nem tudom mi van ott pontosan, ők mondták azt, hogy van tudomásuk más eseményekről is, ami érdekes, hogy most ez egyszer csak így kiderült. Érted, hogy erre nem számítottak, erre nem tudtak készülni? Szerintem ezek a dolgok, ezek a nyilvánosság kizárása mellett is megtörtént. Tehát, hogy ezek a vizsgálatok, ezek aha. A szűrések, ezek a megelőző mennek. Intézkedések, ezek folyamatosan aha. Mennek, csak egy nyilván erről mi hétköznapi emberek nem olvasunk, nem hallunk. Ez hány ilyen eset lehet, ami nem derül ki, amit időben sikerül megakadályozniuk, amit elkapnak. Nyilván nem akarnak pánikot kelteni azzal, hogy ezeket megszellőztetik. Hát nem tudom, ha valakit elkapnak, aki ilyenben mesterkedik, akkor az szerintem azért elmondja. Nem tud vele mit kezdeni, tehát hogy ezt tervezték. Olyan értelemben persze, tehát vannak ilyen precedens értékű ügyek, amikor megmutatják, mit tudom én ott van az a 3-5 ember, mutatják azt a fegyvermennyiséget, amit lefoglaltak, stb. És, tehát, hogy, de mindent biztos, hogy nem tárnak nyilvánosság elé. Á, nagyon sok szál van szerintem, nagyon sok szál van. Más vannak az amerikaiak, más vannak a franciák, mindenki tényleg csak tapogat.
Az újság az meg fog jelenni, az egész biztos. Ugye a szerkesztőség megmaradt tagjai azt mondták, igen, a szokásos 60 ezer helyett 1 millió példányban fog megjelenni, és hogy igen, azt hiszem, hogy csak kevesebb oldal lesz. 16 oldal, 8 oldal, vagy valami ilyesmit olvastam, igen, hogy kevesebb oldalon, de hogy a világ vezető összes karikatúra listája ajánlott föl egyébként rajzokat. Tehát, hogy mégis lenne az adott mennyiség, csak valamiért úgy döntöttek, hogy kevesebbet jelentetnek meg. Igen. Valószínű vége az lesz, hogy valahol nyilván tűzpárbajba keverednek, és szerintem ők magukat nem hagyják elfogadni, tehát hogy vagy az általuk nagyon áhított hősi halál jön majd, tudod, ami nyilván nem az a mi szemünkben, hogy a mi kultúránkban nem is lehet az, de hogy valószínű, hogy lesz egy tűzpárbaj valahol az erdőben, és akkor tulajdonképpen ott a vége, kérdés, hogy tudunk-e majd valamit az indítékról, vagy hogy egyáltalán lesz-e lehetőségük elmondani. Mint akár lenne értük egyébként, hogy ott maradnak mondjuk az erdőben, csak kérdezem, hogy általában ennek ez a vége. Aha. Nem? Most én azt sem értem, például nem hagyják magukat elfogni tűzpárba, és akkor ott a vége. Hát tudják, hogy mi vár rájuk. Elmenekültek egy autóval a helyszínről, de igen, azt ott kiszállított. Várjál, és beültek egy másik kocsiba, majd amikor már a benzinkutat kirabolták, akkor arról számolt be a kútkezelő, hogy gránátvetők voltak náluk, és több kalasnyikov. Hogy az a kocsiban. Hogy az honnan? A másik kocsi az az övék volt, amiben átszálltak? Hát gondolom átpakoltak. De nem vittek magukkal annyi mindent, tehát ott a képeken, a menekülés képein mindenkinél van egy-egy ilyen gép, fegyver, vagy mi az, Kalasnyikov. Igen, gépkarabély. Azt köszönöm szépen, a hivatalos neve. Az van náluk, beülnek egy olyan kocsiba, amit ott állítanak meg, ugye elhajtanak, és átülnek egy másikba. Ugye az például saját autójuk volt, arra fölkészültek, mert egyébként akkor honnan veszel csak így egyszer csak még két Kalasnyikovot, meg 8 ilyen gránátvetőt, az nem tudom mekkora. Az a válasz. Hát, én nem tudom egészen pontosan mi lehetett azt, tehát ilyen vállaló indítható rakéta. Szóval van egy csomó olyan kérdés, amire egyelőre még nincs válasz, majd megtudjuk. Én szerintem a legmegdöbbentőbb, vagy az egyik legmegdöbbentőbb a dologban az, hogy ugye láttuk azt a videót, hogy teljesen értelmetlen és céltalan módon elbánnak azzal a rendőrrel, aki már ugye fölteszi a kezét. A mi kultúránkban azért van egy egyezmény, van a Genfi egyezmény, vannak civilek, akiket ilyen esetekben már, ha háború van, azért nem minden esetben bántanak. De hogy az ilyen elvetemültek egyébként, lehet, hogy ott utaznak melletted már a metron. Veled együtt száll föl egy buszra, ott van veled Londonban, ülsz vele, ülsz mellette, gondolkozik éppen azon, hogy mit csináljon, és ezek már olyan szinten vannak itt körülöttünk, hogy nem lehet azt mondani, hogy egy távoli országban valahol. Szerintem ez a legdermesztőbb, nem? Igen. Hosszú éveken keresztül Párizsban éltek. Hogy a franciák mellett ezek az emberek, és ezek ott vannak már Madridban, ott vannak Londonban, ott vannak, lehet, itt vannak Budapesten, hát két elfogott diák, most hát mondd meg, azok is elmáborodottak voltak, aztán elindultak éppen, jó, hogy lekapcsolták őket, mert ők is csatlakozni akartak. Egy olyan kimentek volna, nem azt találták volna, amire számítanak. És hogy akiknek ennyit ér az ember élet, és akik így viselkednek, és tehát látszik azon a videón, azt ez tényleg elképesztő, hogy ők már ilyen testközelben itt vannak veled, mellette. Csak nem egy levegőt hívnak tulajdonképpen velünk, azon emberekkel, akik azért teljesen más mércével mérnek egy emberéletet, normális társadalomban próbálnak élni, és mondjuk békére törekednek. És ugyanabban a metróban utaztok már. Tehát nem arról az, hogy valahol messzi Szíriában van a harc, nem? És iszlám nem tudod, állam, mi a pillanat, vagy mi a Líbiában, tett, és nem tudod. És nem tudod. És egyszer csak ott vagy egy ilyennek a közepén. Szóval, hogy tényleg dermesztő. Hát simán előfordul, hogy ezek állampolgárok, tehát nem egyszerűen mellettük élnek, hanem igen, ezek brit, német, francia állampolgárok. Igen, ezt mondták már Nógrád is, ugye, hogy itt már ez a legnagyobb probléma, hogy nem egy külső szervezet vállal valahol egy terrorcselekményt és egy messze országban, tehát a nagykövetséget fölrobbant, hanem belülről egyszer csak három ember azt mondja, hogy na akkor most elindulunk. Mert van egy ideológiai küldetésük nyilván, ami valójában persze hamis és nem igaz, de ők erre feltették az életüket. És akkor szóval sokat gondolkoztam ezen tegnap. Annyira szomorú, hogy aztán elkezdesz így külső jelek alapján így megítélni embereket. Hát és akkor jön az előítélet, így van, pont aminek le kéne, amit minél jobban kéne rombolni, és minél többet kéne tenni ellene. Ártatlan, szelíd, ugyanolyan hétköznap, ugyanolyan tisztességes, ugyanolyan normális emberekre az alapján, ahogy öltözködnek, vagy ahogy kinéznek, már gyanakvóan kezdesz nézni, és picit elkezdesz tőlük félni, pedig nyilván és nem tehetsz róla. Nem, hát. És nem tehetsz róla. Tehát, hogy nem a te hibád, és egész egyszerűen lehet azt mondani, hogy persze, ne legyél előítéletes, és nem fogsz félni. Van benned egy belső hang, nem? Tehát, hogy de nem kell előítélet, ez egy véletlenül ott vagy.
Érted? Tehát, hogy ezekhez már az se kell, hogy te magad tegyél valamit. Ja, nem is arra beszél, nem csak olyan az, hogy ha meglátsz valahol egy hasonló származású embert, akkor már elkezdesz félni, pedig egyébként nyilván nem kellene, és ők is tiltakoznak ez ellen, és azt mondják, hogy aki terrorista, az terrorista, annak semmi köze az iszlámhoz, mert az iszlám nem ez. A terroristának a terrorizmus a vallása, nem az iszlám. Meglátsz valahol egy fekete szakállas férfit, kivált egy nő áll csadorban, akkor rögtön elkezdesz így picit így hátralépni, vagy távolságtartóval válni, pedig nem lenne rá szükség. Igen. Nyilván ezért ezek szélsőségesek mindig egy szűk szegmenset jelentenek csak. Igen. Hogy lesz érdekes, igen, ez a véletlenül ott hagyott személyigazolvány, hát hogy miket nem tudunk, annyira kíváncsi lennék egyébként itt mondjuk, amikor egy amerikai, meg egy francia titkosszolgált így egyeztet. És ahhoz képest, amit mi most mondjuk látunk a sajtóban, ahhoz képest ők már hol tartanak és mit gondolnak. Nem? Hello Ákos, jó reggelt! Azért ez neked is jó reggelt kívánok, ugye? Igen, abszolút. Hát, ugye hirtelen most... a profiknál ott maradt egy személyigazolvány. Véletlenül igen, egy tábla csokoládé mellett. Nagyon elővették a hatóságokat, ugye külföldi napilapok, újságok, itt most olvasom én is a hírügynökségeket. Ugye már tudtak róluk, tehát követték is őket állítólag a merénylet előtt, ugye nyilván ezek nem voltak ismeretlen emberek a hatóságok előtt. Igen. Baromi nehéz, tehát a modern terror elhárításnak egyébként bármilyen szakértőt megkérdeztek, azt mondja, hogy ezek az emberekkel nem tudsz mit csinálni, ketten, hárman összegyűlnek, ugyanígy lemennek a metróba, odaállnak valami épületre, nem lehetetlen követni, persze. Tehát amit a Nógrádi elmondott, hogy még aki haza is jön, mondjuk az iszlám állam, és azt mondja, hogy szörnyű volt, nem, megbántam, és követik egy évig, nem csinál semmit, de 3 év múlva csak valami berobban az agyában, lehetetlen. Tehát egyszerűen nem tudják az összes embert követni. Igen, sok kérdés merül fel az emberben. Na jó van, játszunk egyet, jó? A héten utoljára. Ha valaki szeretne bennünket kihívni, akkor megteheti, éles váltás, tehát mennünk kell tovább, úgyhogy ezzel folytatjuk. Ákos elmondja a legfrissebb híreket így péntek reggel. Még egyszer mondjuk, brutális ónos eső van, aki most kell, most indul, nagyon vigyázzon magára, a többi emberre, mert ez most tényleg nem játék, rettenetesen csúsznak az utak országszerte. Várjuk a közlekedési híreket, mi pedig jövünk Ákos hírei után. Morning Show. A Klassz FM-en. 8 perc ma pontosan 7 óra, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, és azt nézem, hogy hát tudnánk közlekedési híreket olvasni egészen gyerekek reggel 10-ig. M3-as Gyöngyösi Sónedvesi jól járható, ezt R32 küldte nekünk. Jégpálya, nem tudok kijönni az utcából, remek, Pomáz elesett, Riselijő írja. Dudavarsányban is tükörjég borítja az utakat, mindenki vigyázzon. M3-as kivételesen szuper, jól járható Nyíregyháza felé, ezt Pista küldte nekünk. Öcsöt-Kunszentmárton között baleset miatt teljes útzár. Üzeni Zoli. Székesfehérvár és Zámai között csúszik az út óvatosan. Még el sem indultam, de már az ablakból látom, hogy milyen kemény a helyzet. Az autók lépésben haladnak, az előbb egy mentőautó próbált haladni mérsékelt sebességgel. Figyelje mindenki, ez Kőbánya. Duli küldte nekünk. Igen, ha valaki most kapcsolódik be és készül indulni, az készüljön, katasztrófa van kint. Tehát ígérték az ónos esőt, ígérték, gyerekek, ez megjött. Jól érezték, jól látták. Brutális a helyzet kint. Szóltak, mondták, mi is nagyon nehezen értünk be, csúszkálnak, rengeteg baleset van, a járókelők is vigyázzanak magukra, mert nagyon, nagyon kemény a helyzet. Lehet, hogy 7 óra után kicsit utána járunk, hogy mi a helyzet a sószorókkal, mert itt rajtunk érik számon, hiányolják, mikor sóznak, lehet-e ónos esőre szórni, miért nincsenek most sószórók, voltak-e éjszaka, mit csinál egy sószóró nyáron, annyi kérdés van. Így van, rengeteg technikai információt meg fogunk osztani veletek, amit mi sem tudunk. mi sem tudunk, de próbálunk utána járni. Na, játékkal hogy állunk? 2-2. 2-2. 2-2, és 2-t te hoztál a héten. Egyszerűen. Hát, akkor megpihenek. Azt a lovat kell ütni, ami húz. Én még nem húzok, én még csak ott kaparok a lábammal. 2-2, akkor most döntjük el, hogy mi lesz. Az jó, ki játszol a szívesen, szíve szerint? Bárki, mindenki szívesen vállalja ezt a harcot, egy nyilvánvaló hazugság volt. Nyilván egyikünk sem játszik, mert szívesen mindenki pihenne egy kicsit. Na megnézzük, hogy kivel játszik, a játékosunk, aki már itt is van. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt! Halló, sziasztok, fiúk, jó reggel. Halló, még hogy hívnak? Norbi vagyok. Norbi, na mi a helyzet Szegeden? Gyors jelentés, kint vagy már az utakon?
nem vagyok még kint, egy fél óra múlva szeretnék kint lenni. Itt annyiban csak, hogy nagyon hideg van, de semmi eső. Hála Istennek minden út szerintem jó járható. Uh-huh. Tiszta az ég, szerintem még a nap is ki fog sütni nem sokra. Hát Szeged a napfényvárosa. Ennyi. Igen, szóval ónos esőt egyelőre nem látsz arra nem felé. Nem látok, múlt héten esett Szeged. Aha. Jó, hát reméljük akkor ott tényleg nincs. Itt Pesten is környékén és számos helyen az országban nagyon, nagyon durva a helyzet. Kivel szeretné játszani, Norbi? Ferivel. Ah, jó, van, miért én? Hát, csak úgy. Ja, csak úgy, jó. Volt ebben egy kicsit lemondásos felsóhajtás, hogy azt hitted már megúszod. Miért én? Igen. Nagyon helyes. Igen. Norbikám, felkészültél, jó játékos vagy? Igen, vagy hát próbálkozom. Na jól van, Jani? Rétú van fejőr. Városon belül mozogsz, vagy kimész? Kocsival. Kocsival vagy, ugye? Ki fogok menni kocsival, át fogok menni másik megyébe is. Békésbe? Bácskiskumba. Bácskör, én békési vagyok, tudtad? Tudtam. Arrafelé is szoktam járni elég sűrűn, minden hétfőn. Hétfőn csak. Mit csinálsz hétfőn? Terítek egy kis árut, próbálom rávenni az embereket, hogy szórakozzanak, és ilyesmi. Árúval szórakozni? Ez egy olyan termék, picit felpöröksz, és akkor jobban bírod az éjszakát. Kábítószer termesztő vagy! Dehogyis, ez folyékony. Energiaital. Így van, nem most. Azt a véget pedig lesz! 50 másodpercnél durantottad meg. Ütöttem, soroztam, vertem. Nagy csata volt. Kemény volt. Már elúszni látszott a kis hajunk. Igen. Nem engedem el az 50. másodra. Elindítottam én is a stopper, csak nem szerettem volna kimondani ezt a terméknevet. Legyen reklám. Hát energiaital, azt kellett volna mondjam. Nem kellett volna mondani, milyen, csak ennyit kellett volna válaszolni, hogy energiaital, de te elkezdted gyönyörűen körbeírni, ott egy picit pöccintettem, és az elég volt. Igen. Jó játszottál pedig, és majdnem megvolt. Jani is mondta, hogy 10 másodperc volt összesen. Ez nem sokon múlt. Úgyhogy gratulálunk, de a pont a miénk. Próbálkozunk még. Jó, játsszunk még. Köszi a játékot. Oké, köszönöm. Szia. Jó étvégét. Hello. Csak itt van az első hét. Meg is van. Meg is kapod ezt? Hey, táncolj, Feri! Föl az asztalra! Most a diszkó gömböket! Hú, ezt már nem bírom gyomorral, kimegyek. Óriási zel. Gyerekek, ma kicsit diszkózunk. Na, lehet, hogy elkapjuk Pécsi Norbertet, jó? Mármint abban az értelemben, hogy felhívjuk. A magyar pokrocozzuk meg. Igen, közútkezelő non-profit ZRT vezetőjét, vagy szóvivőjét pontosabban inkább, hogy meséljen egy kicsit nekünk, hiszen akkora rejtély nekünk ez a sószóró világ, és a sószórók világa, mikor mennek, kik mennek, mit csinálnak nyáron, mikor kell. Sószórók izgalmas és titokzatos világa. Hogy van az, hogy ilyenkor nem látunk egyet se az úton? Hogy van az, hogy novemberben villogó lámpával gyakorlatoznak, mit gyakorolnak akkor? Egy ónos esőt mikor kell sózni? Alá sózni? Rásózni? Közé. Igen. Közébe dobálod a sószemeket. Jó, úgyhogy szóljatok neki, hogy keressük. Ha véletlenül nem hallaná. Szegény, most valószínűleg elég sok dolga is lehet. Pont bent ül az egyik kereskedelmi csatornán, igen. De hívjuk mi is 7 óra után. Reméljük, hogy rájön. Nagyon kedves, jó a viszonyunk vele, és nagyon-nagyon szeret minket. Meg mi is kedveljük őt, jól beszél, jól nyilatkozik. Úgyhogy picit megpróbálunk utána járni, jó? A sószóró rejtének. És jött még egy SMS, Újpesten kemény ónos eső van, igen, nem győzzük hangsúlyozni. Gyomendrőt, Hunya között lefagyott óvatosan, minden kollégának azért szép napot nektek is. Ezt Buszos küldte nekünk. Köszönjük szépen. Jól van, 2 perc múlva pontosan 7 óra, Ákos mondja a legfrissebb híreket, aztán jövünk a hírek után. Hölgyeim és uraim! Folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofonnál az éter nagyágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ladies and gentlemen, ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. A Klassz FM-en. 7 óra múlt 12 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Jani, hello. Sziasztok, Feri, hello. Jó reggelt. Drága hallgatók, itt vagyunk, és olyannyira vagyunk itt, hogy mi itt vagyunk, de aki most készül ott lenni, ahol majd
akar 10 perc múlva, az nem lesz itt velünk, aha, és mi sem leszünk ott veled, de lélekben. Lélekben mindenki ott vagyunk, szóval amit akarok mondani egyszerűen fordítva, hogy aki most indul, és esetleg nem hallgatott minket, vagy most kapcsolt ebbe a rádiót, és nem tudja, mi van kint, rettenetesen nagy és veszélyes, soha el nem múló ónos eső esett az éjjel. Maga a jégbirodalma. Maga a jégbirodalma vagyunk. Mindenki tényleg nagyon óvatosan, csak az üljön autóba, aki biztos magába, csak az üljön autóba, aki jól vezet. Ha valakinek nem szükséges, hogy szokták mondani, ma ne induljon útnak, csak ha feltétlenül szükséges. Ebben most semmiféle pánikkeltés nincsen, tényleg nagyon durva. Tehát amikor én azt mondom, hogy vízzadtam a vezetéssel, pedig nem szoktam megijedni. Pánikoltam ma reggel. Hatalmas ónos eső esett az éjszaka az ország legtöbb területén, és minden nagyon csúszik. Akik gyalog mennek, azok sincsenek biztonságban, sőt, metró aluljárók, lépcsőházak, már ugye nyitottak, hogy mik ezek aluljárók, ahol lemész, lelépő, föllépő, busz megállók, rettenetesen csúszik nagyon minden. Nagyon zoknit a cipőre. Valamit, vagy szörje cipőt. Ötlet, szerintem ezt a trükköt elleshetjük az idősebbektől, hülyén akik sokkal rutinosabbak nálunk ebben a dologban, és de célra vezető, jobb, mint egy szomnyaktörés, vagy egy tértörés. Hát igen. Szóval tényleg mindenki vigyázzon magára. A Széll Kálmán tér full tükörjég. 3 perc alatt 3 esést láttam, gyerekek. Atyaisten. Erre is rákérdezhetnek diszkréten, hogy hol vannak ilyenkor az utcaseprők, az idősek maradjanak otthon. Aztán a 15-ös és a 115-ös busz nem kanyarodik be a Kecskeméti utcába, Asztória felé tovább megy, ezt Inkognito küldte nekünk. Az M3-as bevezetőjén az M0-ással lehajtón ebben a pillanatban csapódott egy autó a szalagkorlátnak, de kiszállt belőle az illető. Még a farkas emberek is elcsúsznak ma, írta nekünk valaki. Aztán baleset Lányfalunál Budapest felé a 11-es úton, ezt Csengő küldte nekünk. Kecskemét és Ceglét között is nagyon csúszik az út, ott is mindenki menjen óvatosan, valamint az M5-ösön Pest felé az 52-es és az 53-as kavics között kamion, félig az árokban, ott is nagy baleset. Ráckevei hévvonalán minden megálló csillogó tükörjég, óvatosan le is a felszállásról. Képzeld el tényleg azt, amikor te jössz hévvel és valahol leszállsz. Terpesz. Tehát az életveszély. Életveszély. Győr tükörjég. Még a kutyám se tudott 4 lábon maradni. Mindenki nagyon vigyázzon magára. Kaptuk ezt is SMS-ben. Nyilván majd délelőtt egy picit már jobb lesz a helyzet, mert 7 fok lesz napközben. Annyit prognosztizálnak. Egyébként, ahogy Ákos is elmondta, ma is meg a hétvégén is, mondjuk az évszakhoz képest, ahogy szokták mondani, meleg idő lesz. De most még reggel, amíg még ott van a jég, addig nagyon kell vigyázni. Igen. Az éj sötét és tele iszonyattal, ezt tanulunk küldte nekünk. Ezt nagyon szépen köszönjük. Ez valóban így van, hogy az éj sötét és tele iszonyattal. Igen. Drumur aluna cáre dute incet. Köszönjük szépen a román kamionosok nevében. Nagyon szívesen. Igen, ez a na? Török kollégát. A törökömet nem igen. Ismerted fel. Avun isekusu opopana lolaiaira. Jó, ez joruba volt. Ez egy halott nyelv. Nem, ez joruba. Jorubául is. Avun isekusu opopana laiara. Na, tök jó. Jó, na. ez a joruba. Hát nagyon szépen köszönjük mindenkinek a nevében, akik találkoznak román török, illetve joruba kamionosokkal a közeljövőben, akik nem észlelik azt, hogy az útviszonyok megfelelően kellene haladniuk, de nem azt teszik, hiszen csúszik az útok, pedig gyorsak. Nem, na ezért mondtam el, hogy biztos hallgatnak bennünket, akkor tudják ők tök is. Jó. Meg is van. Meg is van, igen, ki is pipáltuk. Ki is pipáltuk a 8 órási témát. Ugyanezt szlovákul? Nem tudom. Pozor vlak. Ez az. Na. Vigyázz volna. Pozor vlak. Ennyi tudok még. Meg el tudok mondani egy ragozás nektek szlovákul, ha akarjátok. Én szeretném most már. Azt várják, hogy van? Hát te mondtad, hogy tudod. Nem tudom már. Na, egy nagyon hosszú ragozási mondatot tudtam még szlovákul. Az, ami úgy végződik, hogy zakončené trude alebo oboje spolukrázke. Gyönyörű. Ez így végződik. Felőle így kezdődhet. Most mit mondtál? Ez a hogy mire teszel ezt a kis megcseny jelet. Tehát ezt a kis, ugye náluk a C betű fölött, ha van egy megcseny jel, az akkor C betű lesz. Uh-huh. Az megcseny? Igen. Igen. És ennek a ragozása, meg a semleges nem, a himnem, meg a nőnemnek vannak ilyen ragozási tételmondatai, amiket meg kell tanulni. 96-ban érettségiztem, tehát ennyi maradt meg belőle. Ez nem sok. De hát... Több, mint amit tudunk. Igen.
Nem tudnám visszamondani. A mikor kell pontosít írni, meg mikor... Mert sokszor olvastam az egri csillagot. Igen, a szlovákban van ugye a pontosí, meg az YI, igen. És hogy mikor, ragozás szerint mikor írsz pontosít, rüdei, meg nem tudom, a keményi, meg a lágyi, hogy ezeket mikor írod. De más semmit, csak kapálózok, nem tudok semmit. Meg tudnád újítani a diplomádat, vagy meg tudnád védeni? Többször is. Én szlovákban még érettségiztem, és akkor még egészen jól ment 96-ban egyébként. Élőszóban használtad egyébként? Tehát, hogy kimentetek? Kiléptem a gimnáziumból, és soha többet. Jaszkariztatok. Igen, olyan volt, hogy amikor jól ment, akkor ültünk a... Kimentetek arcoskodni Pozsonyba? Nem, ott mentünk mi többször Pozsonyba, mert úgy volt, hogy mi ott fogunk tovább tanulni, csak ott nem nagyon szerettek akkor még minket. Tehát ott például te kimentél 95-ben Pozsonyba, akkor ott rád szóltak, hogy na Szlovensku, poszlovenszki. Tehát, hogyha te Szlovákiában vagy, te szlovákul beszél. Tehát nem, ja, de már úgy értettem, hogy szlovákul mentek ki arcoskodni, nem magyarul, ott, mert ott annyira nem, jól beszéltetek. Nem, ott nem tudtál nagyon máshogy megszólalni. Nem, a magyar, nem, igen, magyarul arcoskodni nem. Nem tudsz, tehát felszállsz egy buszra, és magyarul beszélsz, nagyon furott rátszoltak. Na, Szlovensku, poszlovenszki. Tehát, hogy Szlovákiában szlovákul. Mondtad nekik magyarul, hogy nem értem. Nyerozumjem, az nem értem. Igen, a szlovákul. Nem, ott szlovákul beszéltünk. De például Magyarországon nem szólsz le egy szlovákra, meg soha nem szóltál rá. Ott azonnal. Azonnal rád szóltak. Most már nem tudom, mi a helyzet, akkor igen. 92-93 környékén nem nagyon kedvelték a magyarokat, és csúnyán néztek rá, ha te magyarul megszólaltál. Szóltak. Én a szlovenszku, poszlovenszki. Azonnal mondták. Azonnal. Én nem emlékszem, hát mi, mert ugye az elég éltes korúak vagyunk Ferenccel, de hogy én nem emlékszem rá, hogy valaha is lett volna olyan, hogy valakire rászóltak volna ebben az országban, hogy beszéljen a mi nyelvünkön. Mert hogy... Mondjuk Békés Csabán képzeld el, ahol azért viszonylag nagyobb szlovák kisebbség ér, ott azért nehéz is lenne. Van, akik még most is, a mai napig is nyomják az idősebbek egymás között szlovákot. Hát, és nincs ebben semmi meglepő, meg senkinek nem kavarja fel az érzéseit. Persze. Ja, most már lehet, hogy ott is változott a helyzet, nem tudom. Tehát lehet, hogy ki tudsz menni és tudsz magyarul beszélni, ott több magyart akkor elég csúnya inzultus értek, már a gimnáziumban, ahol mi jártunk, és akkor mondtuk, hogy nem biztos, hogy Pozsonyban akarunk tovább tanulni. De ez akkor volt, mondom, 15 éve, vagy 10 éve, tehát most nem tudom, mi a helyzet, lehet, hogy sokat javult, akkor nem volt nagyon jó ott igazából magyarul beszélni, vagy magyarnak lenni, de nagyon nem tudnám használni ezt. Igen. Már. Most azoknak érted, jobban értem, mint amennyire már emlékszem, kérj egy 3 hónap, és akkor mennem. Most azoknak a felsőoktatási intézményeknek a vezetői, vagy egykori vezetői, ahol aztán folytatatok tovább a tanulmányaitokat, most azt mondták, hogy sajnos. Miért nem maradtál ott? Miért nem mentél ki, aztán maradtál ott, igen. Na, oszlassuk el a sószóró rejtélyt. Jó? Tudjuk meg az igazságot. Sószóró ügyben. Tényleg, hát mindenki rajtunk kéri számon. Hol vannak a sószórók? Miért nem sóznak? Mit csinálnak? Miért csúszik az út? Lehet-e sószórózni? Segítsetek! Egy sószórót sem láttam, mondtam én is ezt egyébként 6 órakor. És hát mindjárt megtudjuk, mert Feri mondott egy állítást, nem tudjuk, hogy igaz-e, de a legenda szerint ónos esőre nem lehet sózni. Alá kell, tehát előtte kell gondolkodni, lesózod, és akkor nem fagy le. Állítólag az van, hogy az ónos eső, ahogy lefagy az útra, utána már hiába szorsz rá. Ez olyan, mint a szegcsontra a sertészsír, amit tegnap mondtam. Nem, az működik. De az működik, a szegcsont sertészsír, az működik, elmúlik tőle a köhögés. Tényleg. És sejmes. Tehát ilyenkor már nem tudnak mit csinálni. Ők alá sóznak, tehát tudják, hogy jön az ónos eső, figyelik a felhőt, megjött a felhő, kimennek, sóznak. Van, vagy felemelik a jeget, beszórják a sózást. Na de nem ér semmit az alásózás, mert csúszik. Hát egyrészt másrészt, hát nem értem. Ha mégse jön, ami azért valljuk őszintén előfordult már a múltban többször is, hogy mondjuk valamit előre jelentek, aztán nem következett be, akkor az egy ilyen ablakon kidobott só. Hát szerintem azért azt meg tudják mondani, hogy mondjuk 2 óra múlva nagyon nagy ónos eső lesz. Tehát ilyenekben nem tévednek. Most, ha nem tudják, hogy milyen idő lesz hétfőn, de ha mondjuk azt mondják, hogy vörös riasztás, piros riasztás, és 2 óra múlva jön az ónos eső, azért az betrafál végül, és ezt is megmondták. Tegnap este már riogattak mindenkit joggal. Tehát teszem hozzá, fontos volt, hogy elmondták. Akkor ők mert is tényleg megérkeznek ilyen krómozott hosszú csövekkel, és akkor beugranak az autóba, és akkor... A sószóróba farolnak egyet. Na, mindjárt megkérdezzük meg, hát azt, hogy mivel sóznak, egy csomó minden nem tud az ember. Itt van Pécsi Norbert, a közútkezelő szóvivője. Norbi, hello, jó reggelt kívánunk! Jó reggelt, sziasztok! Hello. Hello. Kezdjük Feri állításával, mert hogy sokan kérnek rajtunk is számon sószorokat, illetve én is megjegyeztem, hogy jöttem be 3-4-6-kor, és egyet se láttam. Persze nyilván ez nem biztos, hogy jelent bármit is, de igaz az, hogy ónos esőre ti már nem szórhattok? Hát ezt annyiban pontosítanám, hogy amit ti is mondtatok, hogy ha tudjuk azt, hogy ónos eső jön, és azért most már azért napon belül azért elég pontos előrejelzések vannak,
akkor megelőzésképpen úgynevezett nedvesített sószórást végzünk. Ez azt jelenti, hogy kálciumklorid oldattal kevert útszórósót juttatunk ki az utakra. Ez akkor tud hatékony lenni, hogyha csak ónos cipálás van, akkor meg tudja olvasztani a jeget. Akkor van probléma, hogyha már nem ónos cipálás van, hanem ónos eső. Hiába juttatunk ki sószóróanyagot az útra megelőzésképpen, lemossa gyakorlatilag egyből a burkolatról ezt az anyagot az eső, tehát igazából mi is csak akkor tudunk hatékonyan beavatkozni, hogyha az eső elállt, akkor viszont a mi több 10 tonnás munkagépeink is a síkos útszakaszon kell, hogy közlekedjenek, úgyhogy ilyenkor jóval lassabban síkosságmentesítés. Azt, hogy nem láttál munkagépet, az még nem jelenti azt, hogy ne dolgoznánk, igen, ettől függetlenül, hogyha esik az ómos eső, akkor is megpróbálunk folyamatosan az utakon lenni, hogy azért megakadályozzuk az igazán vastag jégréteg kialakulását. Meg az igazság rá lehet sózni. Igen, meg az igazsághoz hozzátartozik, hogy hátra nem nézett Balázs, tehát lehet, hogy mögötte volt. Lehet, hárma jöttek mögöttem, igen. Igen, lehet. És sószorok hát, csinálj nyáron egyébként? Hát úgy van, hogy ezek univerzális munkagépek, tehát ezek nagyobb teherautók, és nyáron, tavasszal a kátyúzó anyagot szállítják, hogyha növényzetgondozási munkákat végzünk, tehát cserjézünk, ritkítunk, akkor ezeket az anyagokat szállítja vissza a mérnökségekre, télen pedig hóekével, illetve sószóradatterrel szereljük fel, tehát azért 365 napján tudnak dolgozni a gépek. Meg nyilván átvizsgálják a szerelvényt, karbantartják. Gyakorlatoznak. Szokott lenni egyébként a telet megelőzően nagyobb gyakorlat. Hány géppel vagytok kint, és ahhoz képest mennyi kilométert kell leszórni, csak hogy érezzék az autósok is, hogy ha valaki nem lát egyet, az nem biztos, hogy azt jelenti, hogy mondjuk elhanyagoljátok az utakat, hanem effektíven nem biztos, hogy van elég gép. Tehát most jelen pillanatban hány gépetek van kint körülbelül? Hát több száz munkagép dolgozik jelenleg is, és nem csak az ónos eső miatt, hanem azért, mert Borsodabói Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében ott intenzívebben havazik, tehát ott igazából téliesebb útviszonyokra számíthatnak a közlekedők. Egyébként, hogyha minden egyes munkagépet az utakra rendelünk, akkor összesen 825 saját és 39 bérelt munkagépünk van. Ennyi gép áll rendelkezésre 31.200 kilométernyi útra, tehát előfordulhat az valóban matematika alapján, hogy minden egyes kilométernél nem fognak látni az autósok munkagépet, és azt is figyelembe kell venni, hogy egy-egy munkagépünknek a fordulóköre 2-4 óra. Ennyi idő alatt 30-80 kilométernyi utat tud megtakarítani, és mondjuk ennyi idő alatt azért könnyen újabb síkos szakaszokra számíthatnak a közlekedők, vagy hogyha intenzívebben havazik, akkor könnyen úgy tűnhet, hogy mondjuk nem járt arra a munkagép. Azt a homokot, vagy én nem is tudom, mi van azokban a hatalmas nagy műanyag tároló edényekbe, vagy ládákba, amiket az autópályákon lehet látni, azt is ugyanígy síkosításmentes, vagy síkosságmentesítésre használják, mert csak itt tudtam mondani, hogy a téled. Engem tetszed? Úgy delágazódás. Igazából ez nem síkosságmentesítés, ez szolgál, hanem érdesítés. Ugye önmagában a homok az még nem olvasztja meg a érdesítő, ugye? Így van, és egyébként nem csak homokot, hanem apró kőtúzalékot is szoktunk használni, főleg a magasabban fekvő területeken, hegyvidéki szakaszokon szoktunk ilyen típusú anyagot kiszorni, és akkor ezt keverjük kisebb arányban sóval is, tehát próbáljuk érdesíteni a hegy, főleg a hegyi szerpentines szakaszokat. És ez a só, amit használtok, az valójában ugye meziasztali só? Nem, ez bányászati útszúró só, általában Ukrajnából, Szlovákiából érkezik ez az anyag. Egyébként sokan megkérdezik tőlünk, hogy milyen típusú síkosságmentesítő anyagokat használunk. A són kívül van még kálciumklorid is, amit használunk. Ez általában granulátum formájában jelenik meg, amit ugye utána oldag formájában tudunk átültetni, és ezt attól függően, hogy milyen koncentrátumban juttatjuk ki, akár mínusz 30 fokig is tudhatni ez a síkosságmentesítő anyag, az útszórósó az csak mínusz 7 fokig tudhatni. Már nagyon profi dolgok, ezek az ember nem is tudja, hogy ilyen. Azt hiszem, csak mentek, azt szórjátok a homokot így össze-vissza, most kis túlzással, de hogy ezek már nagyon profi információ, cuccok. Mert én egyébként mondjuk, hogy síkosításban nagyon jó voltam, de érdesítésben is. Nyikorgott az ajtó, akkor mindig bekented egy kicsit. Abban is. Igen. Ha valaki elesik a házunk előtt,
és én nem szórtam fel a járdát, és ő bepere, akkor megnyerheti? Nekem kötelességem egyébként azon útszakaszokat a ház előtt szórni, ahol mondjuk gyalogosok mennek? És az én részem? Vagy azt kiszórja? Ebben már nem mi vagyunk az illetékesek, de egyébként igen. Tehát aha, minden ház tulajdonosnak kötelessége az, hogy letakarítsa nem csak a zónos eső nyomait, hanem a havazásnak a nyomait is. Ott viszont már nem lehet használni sót a síkosságmentesítésre, hanem ott már alternatív anyagokat kell használni. Ennek elvileg az a lényege, ugye, hogy ha van egy gondom bácsi, akkor viszi a kis vödörnyi sóját, akkor hogyha egy kis lapáttal jól belemarkol, és utána azzal szépen elkezd sózni, akkor ott azért jóval nagyobb koncentrátumban tud kijutni a só a járdára, illetve az a melletti fás növények mellé, az már okozhat problémát. A mi munkagépeinken egyébként a sószóradaptereken be lehet állítani gramra pontosan, hogy mennyi, hogy egy négyzetméternyi felületre hány gram sót juttassunk ki. Attól függően, hogy milyen beavatkozás szükséges, tehát mi abszolút pontosan be tudjuk kalibrálni, és tényleg csak annyi sót juttatunk ki, ami szükséges az adott feladathoz. Igaz-e az a hír, amelyet az autósok mondanak, hogy a só károsítja a karosszériát meg a festését, amit ti használtok? Hát, hogyha nagyobb mennyiségben fordulna az mindenképpen káros lenne. Ezért is szoktuk azt mondani, hogy tartsák be a közlekedők a követési távolságot a munkagépeinknél, hogy nehogy nagyobb mennyiségben jusson a karosszériára az útszóró só, és egyébként szokták kérdezni azt is, hogy akkor ugye a só az mennyire károsítja a környezetet, erre csak azt tudtam mondani, hogy tavasszal pedig azokat az újságírói megkereséseket kapjuk március-áprilisban, hogy mikor kasszáljuk már le a méteres füvet az út mentén. Uh-huh. Mikor vágjátok le a füvet? Igen. Tehát abszolút megindul. Egyébként 45 nap alatt kiürül a só a burkolat melletti területekről, tehát elvileg március 15-ig tart nálunk a téli időszak, nyilván ezt meg lehet hosszabbítani, de mondjuk április végére már biztos, hogy nem mutatható ki az útközvetlen környezetében a só. Kicsit bizonytalanul néztünk itt a füves példánál, de én most kezdek rájönni, tehát hogy egyáltalán nem károsítja, hanem még táplálja is. Mert hogy kinő a fű, nem értettem, hogy sasolat. Most már összeraktuk. Igen, nehezen tettem össze, de még nem ittam meg a kávémat, ez lehet, hogy azért, hát nem értettem. Kódokban beszélek még reggel, de mindenre tudsz egyszerűen válaszolni. Igen. Igaz-e, hogy az elsózott ételt, hogyha belefőzünk egy krumplit, akkor... Igen. És... Egy kicsit fel kell vizetni, és utána sokkal jobb. Na, köszönöm, ezt is írom. És igaz ez, hogy te, mint a közútkezelő szóvője, sehol se szereted, ha sikos? Te, mint a közútkezelő szóvője, sehol se szereted, ha sikos? Na jó, erre ne válaszolj. Norbi, köszönjük szépen, jó munkát nektek. Nem hallottam, mit kérdeztetek. Lehet, hogy jobb is. Szelektív a hallás. Igen, Norbi, köszi, csáó. Hello. Eseménymentes. Igen, eseménymentes. Hétvégét. Igen. Gyerekek, hát itt aztán minden van, nem? Kálcium-klorid, só, beállítás, profik. Óriási. Mindent megtudtunk. Majdnem. De mire voltam még kíváncsi? Figye, az utolsó kérdés. Én annyira szeretem ezt a járdaügyet, tehát hogyha valamit ki akarsz ültetni, vagy ki akarsz rakni a járdára, akkor szóljál egyébként az önkormányzatnak, és beszéld meg velük, és kérd a beleegyezést. Ha meg sózni kell, meg karbantartani, az a te dolgod. Akkor megsózzad. Igen, akkor megsózzad. Na, ne csak az autósok vigyázzanak, a gyalogosok is, a járdák is csúsznak, és kevésbé vannak sózva, mint az utak. Konkrétan van, ahol életveszély a járda, ezt Gabó küldte nekünk, köszönjük szépen. Láttam két esést a Szél Kálmánon, elég durva a helyzet. Én átsúsztam az egyik végéből a másikba, egész praktikus, sokkal gyorsabban értem át. Szép napot, ezt Dani küldte nekünk, köszönjük szépen. Igen, mindenki vigyázzon magára, tényleg hatalmas orvos eső van. Országszerte nagyon csúsznak az utak. Fél 80 pontosan jövünk Ákos hírei után. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. A Klassz FM-en. We are the champion. 7 óra múlt 39 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Ez az! Oh, yeah! Ez szeretem, gyerekek! Hát ebbe van a vitamin. Ebben van a lendület. Mindig nem? Felszél hozzá az identitás zavaromat, amit igyekszek elfolytani. Nem tudom, merre van előre ilyenkor, mi? Jó ez. Jaj, gyerekek, mi lesz így veletek? Hát nem leszünk John Travolták, azok biztos. Az biztos? Az biztos. Meg mindig ő ugrik be. Igen.
Megvan a közútkezelő új szlogenje, ugye? Természetesen, és nem is rossz. Köszönjük szépen a kedves hallgatónak, aki elküldte. Magyar közútkezelő, a show, amelyre az ország ébred. Simán. Nem vagyunk irigyek, ezt odaadjuk. Nem. Egyébként, igen. Tehát ez abszolút, egészen nyugodtan, igen. Ónos eső van, mindenki nagyon vigyázzon magára. Gyerekek, mi is még sok alatt vagyunk, azért beszélünk róla ennyit. Ausztriában lehet kapni cipőre húzható szöges talpat 3 euró, ott megoldották. Ez ilyen jó ötlet, hát gyerekek, igen. De be kéne ezt hozni, egy nem? Olcsóbb hágóvassal is meg lehet oldani, csak az mondjuk már hogy a metróban nem látnak szívesen. Meg fölszedi az aszfaltot. Igen, is, meg azt igen, a lakások kívül, ne a parkettán vedd föl. Azt írja egy hallgató, hogy sok helyen a gyalogosok az úttestre mennek, mert a sózott útpályán biztonságosabb gyalogol, mint a járdán. Az autósok nagyon figyeljenek erre, mondjátok be. Köszi. Még milyen élelmesek a gyalogosok, igen. Nem? Hogy azonnal mennek a járdáról, és mennek az úton, mert hogy azt valójában sózzák. Igen. Hát ilyenkor célszerű ugye a menetirányjal szemben haladni. Mert akkor úgy könnyebben esel alá? Vagy? Nem, mert akkor ja, látod, hogy látnak szemből. Nem tudsz elugrani szerintem. Ez jó ötlet, ezt tudom, ezt sokszor mondják, hogyha kint vagy egyébként, például lakott településen kívül éjszaka, akkor menj át a másik oldalra. De az miért jó, hogy látod, hogy jönnek szembe? Meg ő is látja, meg elsősorban te vagy az, aki jobban látható. Aha. De miért hátam nem látszik olyan jól, mint az arcom? Hát szerintem ebben az esetben ugye az egyik esetben csak ő lát téged, a másik esetben meg mind a ketten látjátok a másikat. Tehát én most nem akarok nagyon itt ilyen fejszámolásba belemenni, ez pont kétszer akkor az esély, hogy elugál. Jó van. Hogy ő is lát, meg te is látod? Igen. Azért kell szembe igen, menni egyszerű. Mindig? Uh-huh. Mint hogyha ugye a hátad mögül jön az autó, te nem is lesz belőle semmit. Ez igaz, mondjuk. De neki nincs jogsia, és mégis ő tudja a legjobban. Hát a menő vagy. És ha még ezt megfejled egy láthatósági mellénnyel is, akkor egyszerűen és nem iszol előtte sokat. Nem néztétek meg a filmet véletlenül? Na, amit te ajánlottál. Megnézted a Coherent? Már nem, már úgy megnéztem, hogy fönt van, és szedem is le, meg fogom nézni. Mindenképpen. Tegnap nem tudtam megnézni, mert a Pogány Madonna című, ez egy állítólag valami új film ment az egyik ilyen ismét csatornán. Te basszus, a Pogány Madonnát, hogyha látod, vagy vetítik valahol, az megint egy olyan film, ami ott maradsz. Ott, ez történt. Már a közepén tartottunk a filmnek, te ez egy nagyon érdekes sztori. Az, mindig ott maradsz. Hát gyerekek, kövezzetek meg, én nem maradok. Nem szereted a Pogányt? A vitorlás egy, de láttam, megnéztem, persze. A Balaton igen. Miatt mindig. Jött Balaton, vitorlás. Igen. És ahogy a versenyen megnyeri a hajót, és abból jön rá, hogy érted, hol akarják kilopni a igen, csak ami léggömbbel ott elvisznek valamit a végén, ez nem az? Nem, ez nem, nem az, de... Nincs ebben egy léggömb, és akkor jön egy rendőrautó, és akkor léggömbből valaki leszáll, és akkor ott valami tört. Azt szerintem másik nem, az is egy ilyen bújtorcsöp is féle. Igen, van olyan... Van, ami léggömbbel üldöznek valakit. Nem, az nem az, várj, ez nem léggömb, hanem az van, hogy helikopterrel, meg egy kötélhágcsal viszik el a hajóra, mert hogy azaz, már előtték a versenyt. Azaz, igen, igen, azaz, igen, de azt tudtam, hogy van benne valami, valaki lóg valamin, igen. Amikor mi csináltuk a repülős napunkat, akkor ez szóba került, és akkor kiderült, hogy ott igazából a bújtorcsöpi nem volt fönt a kötélen, hanem egy bábút vittek ki, mert nem engedték meg, nem adtak meg az engedélyt a forgatásra, hogy a bújtor lógjon igen. A kötélen. A Piro Gabi olcsóban megcsinálta volna, mint a bábú, de nem. Ja, bábú volt a drágább. Én akkor sírtam egyébként, amikor a bújtor odament a hajónak a tőkéhez, és valami izével csavarhúzó kalapáccsal megbontotta az oldalát, akkor mindig így mondom, Jézusom. Hát de ott volt a Pogány Madonna. Lesz ezt visszaglette. Na szóval akkor nem láttátok, nem, akkor nem tudunk erről beszélni. Nem, szívesen belemennék egy ilyen filmbontolgatásba. A Coherent című filmről van egyébként szó. Ugye Balázs tegnap ajánlotta, hogy ez egy nagyon jó kis film. Alapvetően ez egy kis költségvetésű film, ahogy tegnap úgy utána néztem is a dolgoknak, akkor hallottam filmről először. Az igazság kedvéért ezt mindenképpen el akarom mondani. De marha... Coherence, így találjátok föl torrent oldalakon. Marha jó az ötlet állítólag. És hogy igazából megint ékes bizonyíték annak, hogy nem kell több millió dollárt fordítani egy filmek forgatására ahhoz, hogy az igazán jó legyen, meg ütős legyen. Nekem ebben a kategóriában egyébként az Őslakó című film a kedvencem, ami egy olyan emberről szól, aki már több száz éve, sőt több ezer éve itt él a Földön. És többet nem árulok el róla. De is nem hal meg. Tessék, igen, egy hihetetlenül okos film, gyakorlatilag kis túlzással egyetlen szobában játszódik, és végig beszélgetik az egészet, érvek, ellenérvek, miért lehet, miért nem lehet, ki vagy te, hazudsz, kamuzol, nem hazudsz, utána ugye elkezdenek kétkedni, stb. Az egész zseniális film. Én imádom az ilyen kis költségvetésű filmeket, amik egy helyszínen játszódnak, a Coherence is ilyen egy lakás. Beköltöztek egy stúdióba, nyilván az egy lakás, és egy stúdióba 5 nap alatt fölvették az egész filmet. Az egész film,
arról szól, hogy egy társaság beszélget. Ez az alapfeltevése a filmnek, és aztán kezdődik a téboly, amikor így mindenki rájön, hogy kivel is beszélget valójában. 10 ember van egy szobában, egy vacsora. Milyen egyszerű ötlet, nem? Be se jött a magyar moziba egyébként. Nem. Valószínűleg nem ki... lehet, hogy azért, mert ez egy téved. Mert nem egy jó film. Lehet, hogy nem egy jó film egyébként, ez igen, egyébként simán. Simán lehet. Én rájöttem, hogy én nekem lenne 3 hetem, én be tudnék ülni moziba, én 3 hétig nem tudnék kijönni. Most olyan 43 film van ezek közül, nem tudom, dán film, svéd film, román film, francia film, amit meg tudnék nézni, úgyhogy ki se jövök. Most van például egy Lavina című film, amit nem tudtam még letölteni. Szörnyű vagy, menj már moziba. Hát de nincs idő moziba menni. Hát 2 gyerekkel, egy 3 hetes gyerekkel, még 5 évesen, azért alszik. Nagyon sűrű nem mész moziba. Hát. Vigyed a 3 hetest, azt mondtad, alszik. Ja, de még ott van a 30-es felesége. Igen. Ja. Hú, igen. És köszönöm, hogy fiatalított. Úgy néz ki, ez igaz. A Lavina című film, ez egy svéd-dán film, imádom az ilyeneket. Dán, svéd, norvég koprodukció. Olyan filmeket csinálnak, hogy betojtok. És egyébként. A filmművészet smafú. Figyelj, hihetetlen jók az európai filmek. Nagyon szeretem. Lavina. De arról szól, hogy egy család elmegy síelni. Aztának. Jön a lavina. És egy hülye közhelye sztori, mert hogy amerikai filmgyártási aggyal gondolkozó, hogy majd jön a lavina, pisülnek egyet, kimásznak. Igen. Nem erről szól. Elmegy a lavina. Nem fogjátok kitalálni. Az olvadás hatására korábban összeállt nagy mennyiségű. Nem, csak nem is. Ja? Elmegy a lavina, látják, hogy jön. És apa ott van anyával meg egy gyerekkel. És ahogy megérkezik a lavina, apa fogja a mobiltelefont, és ott hagyja a családot, mert saját magát menti. És ott hagyja a családot. És a film arról szól, hogy miután elment a lavina, ez milyen változást indít el a család életében. Uh-huh. Megőrülök, annyira meg akarom nézni. Mert hogy mindannyian megúszszák. Mindannyian megúszszák, de hazamennek, és a feleség rájön valamire, hogy ott egy adott pontban, ahol a férfinek férfiként kellene viselkedni, ahol az apának apának kéne lennie, ott a családfő meghozta azt a döntést, hogy saját magát menti. Micsoda lélektan. Igen. És milyen pillanat, amikor ez valójában bekövetkezik, te valójában mit csinálnál? Nyilván az ősi ösztön azt mondja, hogy feleség, gyerek először, és aztán saját magadat utoljára, szerintem. De a film nem ennyire álszent, azt mondja, hogy nézzünk egy férfit, aki azt mondja, hogy magamnak vagyok a legfontosabb. Mint hogy sokszor mi is azt gondoljuk az életben, hogy mi magunknak vagyunk a legfontosabb, ott hagyja a családját. Hazamennek, és onnan indul a sztori. Nagyon hogy a feleség azt mondja, hogy ott hagytál minket. De nem hagytál, de ott hagytál. De nem mentem el, csak megijedt. És a pasi elkezd ugye kifogásokat igen. találni, miközben a nő rájön, hogy az a férfi, akivel ő egyébként együtt él, és az a férfi, akire ő feltette az életét, az egy pillanat alatt elfordult a sarkon, és hogy hagyta volna őket, hogy meghalljanak a lavinában. Mekkora alap gondolat. Hát és innen indul a film, aztán svéddán talán nem tudom. Az egész, mert hogyha azt nagyon jó, volna, hogy nagyon jó. Segítségért, akkor is ugyanaz lett volna a helyzet, hogy ott hagyta volna őket, de most elmegyek segítségért, maradjatok itt. Mindjárt. Megoldja. Tudom, hogy mi a kötelességem. Mindjárt érkezem. És gondold el, hogy nőként gyereke, látod a férjed, de micsoda kiábrándulás. De másba biztos micsoda jó. Micsoda kiábrándulás. De nem ez a lényeg. Hát, de a férfit, mi? Látod a saját férjedet gyávának lenni. Aha. Látod a saját férjedet, akivel te együtt élsz, ott hagyni téged a bajban. Hát ez egy óriási törés. És nem arról van szó, hogy megcsal, nem arról van szó, hogy új állásra lesz, el akar költözni, ott akar hagyni, csak egy bizonyos szituációban nem úgy viselkedik, és mondjuk saját magát svédek. Menti. Elválok, nem válok. Svéddá, nem tudom. És ez lehet, hogy konyha bútort meg tök jó szerel. Hát nem kell menni síelni, ennyire egyszerű. Lehet, érted, hogy jól szerel, de mégis egy nagyon nagy törés. De mégis egy nagyon komoly törés. Hogy ott hagyod a gyerekedet és a feleségedet. Nem? Nagyon érdekes. Nagyon sok jó film. Pedig a gyerek az rengeteg dolgot kihoz az emberből, ami egyébként korábban vagy a hétköznapokban nem lenne jellemző rá. Tehát magadért nem teszed meg, de a gyerekért vagy a gyerek miatt megteszed. Tehát itt van például Feri, aki alapvetően mondjuk nem egy agresszív típus, de szerintem simán belemenne egy nyílcsisakos brusztolásban nyugdíjasba. A gyerekkel, persze. A friss csirkefarhátért a leheltéri piacon. Ha a gyerekek is ott vannak, mert nem maradhat alul, mert a gyereknek kell a példakép. Csak átnyúlok a fejük. Fölött, tudod, és akkor engem már adják a dolgot. A Brad Pittet mutattam valamelyik nap Balázsnak, ilyen gyerekért mit teszel meg, úgy tartott valami beszédet, hogy ki van festve a körme, mert ugye neki nagyszámú lánygyereke van, ki van festve a körme pirosra, zöldre, kékre, és trasszok vannak benne. Ezt pont nem biztos, hogy megtenném a gyerek miatt, hogy festem lillára a körme. Nem, te fested, ő festi. Ja, hát ha ő festi, majd lánygyereked lesz rájössz, apa, fessük ki a körmet. De olcsó a gyerekekre fogta, hogy miattuk. Szerintem a gyerek az első olyan pont az ember életében, amikor önmagadat megtanulod hátrébb helyezni. Mert hogy van egy párkapcsolatod, de még ott is sokszor te vagy magadnak a legfontosabb. És a gyerek azért a legnagyobb tanító, mert nála van az, hogy először önmagadnak nem te vagy a legfontosabb.
És szerintem ez a legnagyobb tanítás a gyerekben egyébként, hogy rájössz, hogy van valaki, aki te saját magadnál előrébb tartasz. Mert persze az ember törődik a szüleivel, törődik a párkapcsolatával, de önző, egocentrikus lények vagyunk. Ha párkapcsolatod is van, akkor is azért azt nézed, hogy neked jó legyen egy párkapcsolatban, nem? Sokszor a párod rovására. És jön a gyerek, és az első olyan pont az életedben, és itt történik meg szerintem az igazi felnőtté válás, amikor is valaki kis lény beköltözik az életedben, akiért bármit. Ha kell, kelsz, ha kell, odaadod a félvesédet, ha kell, 3 napot nem alszol, és önmagadat 2-vel hátrább lépteted, és ezért nehéz a szülői válás, mert volt egy én, ami fontos volt neked 30 évig saját magad, majd szülő leszel hirtelen, és 2-t vissza kell lépned, mert van valaki, aki fontosabb. Aztán nyilván ebbe valaki belebukik, és még nem vállalja a gyereknevelést, vagy elválik, és otthagyja, de ha megoldod, feladott micsoda lesz? Saját magad nem adott fel a saját. Nem adott saját magad, de lesz valaki, aki fontosabb, mint önmagad. Aha, hiszen Viki, a gyereket fontosabb, mint önmagad. Viki, ne legyél vesebeteg, a Balástól nem kapsz, tehát ez De értem, persze. Én a mesémet nem adom, csak a gyereknek. De hogy ezért nagy tanítás a gyerek. Mert onnantól kezdve teljesen önzetlenül gondolkozol, és azt mondta, hogy értük bármit. Nem? Ott ülsz az ágya mellett, és 3 napig nem alszol, ha elkérik a férvesélet, odaadod, ha le kell érte utazni 200 kilométert, vagy föl kell rátenni az életedet, hogy meggyógyítsd. Ott, bármi. Ott jössz rá, hogy igazából a személyiségednek egy részét tulajdonképpen eltűnt, és a gyereked vette át, és az őt helyezed előtérbe. Ezért nagyon nagy feladat szerintem. Én nem helyeztem hátrébb magamat, mert ezt helyettem a gyerek. Megléptem volna, ő hátrébb tett a rangsorban. És szerintem ezt nem értik sok, hogy miért nem megy nekem a gyereknevelés, meg mi olyan nehéz benne, meg mi olyan nehéz, és ezt megfogalmazod magadnak, akkor rájössz, hogy lejjebb kell adnod az egódból, hiszen már nem úgy kell, nem azt csinálod, nem oda mész, nem akkor mész haza, nem akkor utazol, hanem van valaki, akit először róla döntesz, és ha ő jól van, akkor döntesz saját magadról. És akkor jössz te, tulajdonképpen, nem? Jó, de aztán nyilván ennek egy egészséges kompromisszuma az együttélés, persze nem kell mindenről lemondani, nem erről beszélek, csak ez egy nagy tanítás a gyerek szerintem. Hogy ugye azt szokták mondani, hogy vannak olyan felnőtt szülők, akik azt mondják, hogy majd a gyerekem valósítja meg az én álmaimat, tehát ez már azért ezen túlmutattod, amikor saját magadat teljesen elengeded, és majd a gyerek mindent megcsinál, minden az övé. De ez se jó, ha ennyire átfordulsz. Nem, az más, az persze. Magadat elengeded. Nem, az tök más, hogy te most nem tanultál meg zongorázni, leütetted a gyereket, és veszővel vered, hogy napi 8 órát zongorázol. Nem erre gondolok, hanem hogy ő nem tud olyat kérni. Nyilván most észszerű határokon, mert nem arról beszélek, hogy izé Yamaha quad, és akkor persze kicsi. Még 8 órát dolgozom, nem erre gondolok, hanem hogy van valaki, aki már fontosabb, mint te saját magadnak. Hogy jutottunk el ide a lavinától, nem tudom. Mindegy lavina, nézzétek meg, játsszák a moziba. Lavina, svéd, dán, finn, Zulu, dél-afrikai koprodukció. Igen, sokan voltak a stávban, többféle náció. Igen, és Tahitiről is voltak ketten. Na jól van, játszunk, jó? Óven bácsival és Beru nénivel. Ha itt van a játékosunk, akkor megnézzük, mit énekel Óven bácsi és Beru néném. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mit dúdolnak a bucka lakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni. A párafan csalogányai. Halló, jó reggelt! Halló! Halló! Sziasztok! Szia! Zsolt, szia Zsolt! Így van, Zsolt. Honnan hívsz minket, Zsolt? Most Egerből jelenleg. Ez azt jelenti, hogy ingázol, vagy jössz-mész, hogy most éppen Egerből? Vagy ott tudtál megállni? Éppen ide jöttem az iskolába, de amúgy Tiszaszőlősön lakok, és akkor így Tiszafüreden keresztül Egerbe jöttem. Ónos eső, csúszás, mi a helyzet arrafelé? Ónos eső most jelenleg nincs, viszont elég kutyaidő van. Kutyaidő van, de legalább nem csúszik, akkor ti szerencsések vagytok arrafelé, itt Pest megyében szörnyű állapotok vannak. Mit szállítasz, vagy mit viszel? Hát, remélem megnyerem. Nem, hogy mire számítasz, szállítasz valamit, hogy viszel valamit? Bocsánat, lehet, hogy lemaradtam. Nem. Iskolába jöttem. Iskolába jöttem. Te mit tanulsz? Cukrász. Jaj, de szép szakma, Istenem. Hát igen. Látod? Janin a könyvelába teszem az. Látod, hogy felcsillant a mi szemünk is Ferivel? Istenem, de szép szakma. Hát ki minek örül? Én a hülye filmeknek, te annak, ha valaki cukrász. Hát ezért jó, tényleg, mint a Szabó család. Mindenki megörül valaminek, minden reggel. Igen. Cukrásznak tanultad. Hány év? 3 év? 5 év? Mennyit tanultok? Három, ez utolsó évem. 3 év. Uh-huh. Jó cukrász leszel, vagy ránk szabadított magad, és szörnyű süteményeket fogsz majd csinálni? Hát. Ha megnyerem, akkor küldök nektek, és akkor majd megtudjátok. Jó, hát nálunk Jani a zsűri, ilyen téren a Jani zsűrizik, tehát nálunk egyértelműen Jani az édesszáj, úgyhogy neki küld.
Akkor meg csak Janinak. Aha, van kedvenc a standardek közül? Hogy? A standardek közül van kedvenced, amit szívesen csinálsz? Pucstorta, hát, francia krémes, képviselők. És elkezdeni egy sorolni, tízig mondaná, hogy nullár, pucstorta, rakocidórós, trüffeles, narancskrémes. Van valami, amit jól csinálsz tényleg? Hát csinálni úgy szeretem. Csak nem finom. Hát, ez lett volna a következő, csak nem eszik meg. Igen. Nem, én nem szeretem. Aha. Én nem szeretem enni, nem szeretem viszont csinálni, nagyon. Érdekes, pedig az, hogy az a lelke, nem? Hogy úgy csinált, vagy nem kell az ahhoz, Feri? Vagy hogy lélek úgy legyen benne, hogy kicsit szeret is megenni? Igen, hát persze, most megcsinálsz valamit, lehet, hogy mikor ugye a cukrászat az külön művészet, mert ilyen ezeret gramok vannak meg a díszítés, én azt megértem, de hát azt nem akarsz aztán beleharapni, hát akkor hogy van benne a szíved? Hogy? Sehogy. Sehogy. Mondjál fel, mit mondtál, nem fiat? Hogy pláne? Ja jó, hogy sehogy. Igen. Na jó. Most csak így zúg mögöttem a kocsi, aztán így halkabban hallottam. Hogy? Ne törődj velem, ne törődj. Még egyszer, Morning Show, Klassz FM, ott vagy most. Jó, na figyelj, mutatjuk, hogy mit énekel Óven bácsi Berulini, jó? Jó, pontosabb, hogy mit csinálnak még előttem. Hát, vagy svéd film, ugye? Vagy a Lavina. Vihar. A Lavina gyereke. Megnézem, elmondom, milyen volt. Egy másfél órában elmesélem. Így zsibasztalak benneteket majd kint. Mutatjuk, mit énekelnek. Figyelj, Zsolt! Da na 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 na. Ajjajjaj. Csoda szél lesz, gyerekek, befújt. Magyar? Hát ez... igen. Annyit segítünk. Bizony. Mutassuk még egyszer? Igen. Na figyelj. Da na 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 na. Ó, ebből talán meg lehet. Ha itt lennél velem. Hogy micsoda? Hát micsoda? Megvan! Megvan az ajándékcsomag, Zsó! Minden rendben, Zsolt? Nem. Ekkora öröm? Ez nagyon jó. Valaki még van ott melletted. Igen, az osztálytársam. Ő segített ebbe, hogy kitaláljam. De ennyire, de nagyon helyes, hogy ennyire örülsz egyébként. Ez jó, ennek mi örülünk. Régóta szeretél volna ajándékcsomagod? Hát, elég régóta. Aha, de jó. Mit mond, aki ott van? Semmi, elvesztettünk Zsoltot. Sír. Neves még, imádom. Nagyon jó, ahogy nevet. Zsoltikám, megvan az ajándékcsomag, jó? Igen, köszönöm! Küldjük neked! Mondd neki még egyszer, hogy megvan. Megvan, Zsolti, megvan! Kész van. Nyertél, Zsolti! Biztos smokolnak. Hogy fogsz örülni a sikeres szakvizsgádnak? Hagyjére örülsz egy ajándékcsomagnak, igen, mi lesz, átmentél. Ki van melletted, Zsolt? Ki ő? Osztálytársam, tanulci Claudia. Claudia, mert volt ott egy női. Nem szerette volna, hogy elmondjam, de nem hagyom ki. Igen. Hát itt érdekel, megvan az ajándékcsomag. Ugye? Köszönöm. Jó csaj a Klau? Igen. Igen? A szakabban jó, mert ő is hallgassam. Hallgat, és jól van. Küldjük nektek, vigyázzatok magatokra, sok sikert a vizsgához. Köszi, Zsolt. Sziasztok. Hello. Ciao, ciao. Én bírom, ha valaki ennyire jó kedve. Nagyon örült neki. Igen, 2 perc múlva pontosan 8 óra jönnek a legfrissebb hírek Ákostól, mi pedig jövünk a hírek után. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 8 óra múlt pontosan 12 perccel szép reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri, hello Jani, hello drága hallgatók, mindenki. Reméljük, mindenki egyben van, senki nem törte még el kezét, lábát. Tudjuk, hogy az országnak vannak olyan részei, ahol semmi nincs. Ők most ne vegyék magukra, mert ilyenkor nyilván mindig furcsán álltunk, hogy miért mondjuk náluk semmi nincs. Viszont van az országnak olyan része, ahol van, és inkább azt mondjuk, ahol történés van. Úgyhogy rengeteg helyen csúsznak az utakónos eső volt éjszaka, és hát Pest megye az konkrétan használhatatlan. Főleg ott, ahol kevesebben járnak az autósok, egysávos utak, mellékutak, gyalogosok írnak nekünk, hogy a Moszkva téren is esik el mindenki. Úgyhogy tényleg menjetek óvatosan. Ennek ellenére mérnek a 47-esen, a 28-as kilométernél Szeged felé. Vajon mit esett a hó? Ezt Rongyos kérdezi. Egyébként igen, tényleg. Tehát, hogy nézd már mennyivel csúszik. Büntessük meg, igen.
Jakab-pusztai pihenőnél kamion pótkerik az úton, ez az M3-ason van. Aztán a Szerencs utcánál gázolás történt kifelé, dugó van, ott is Moszkva tér használhatatlan, mindenki esik el, nagyon óvatosan menjetek. És hát most ezek a legfrissebbek. De fel a fejjel, mert az idő melegszik, tehát a helyzet egyre jobb lesz, el fog tűnni a jég az utakról. Így van. Akkor a délután biztos, hogy nem lesz belőle, sőt, már szerintem már délelőtt nem lesz belőle semmi. Milyen jó volt az előbb ez a kis Tom Jones? Tökre szeretem egyébként, zseniális énekesnek tartom, hogyha valakit esetleg érdekel a dolog, annak felém a kedves figyelmet a Present Blame című albumára, a mesternek, ahol Bob Dylan és John Lee Hooker standardeket énekel, játszik a zenekarával, teljesen más oldaláról mutatkozik meg, mint amit mondjuk a Sex Bomb kapcsán megszokhatunk tőle, ott derül ki igazából, egyébként kiderül az összes pop számában, de a Present Blame albumon meg aztán pláne, hogy micsoda egy fantasztikus énekeső. De a Melszőr ugyanolyan. Fie, ő óriás. Óriás. Kirakva. Pancur Pásit ugyanúgy? Kirakva mindig. Nagyon helyes. Hát figyeld, neki szexepíje. Tehát az a Jack Nicholsonnak a napszemüveg. Tehát anélkül ennyi. Nincs. Begombolt ingel nem Tom Jones. Vannak olyan pop és rockstárok, akik számolták, hogy hány nővel voltak életük során együtt. Hát Tom Jones elvesztett a fonalat szerintem így 500-600 környékén, aztán az ott nem számolja. Egy óriási kab. Az már egy szép szám. Nem? 500? Az nagyon. Az nagyon. Hát, hogy na, ő az a típus, akinek biztos, hogy nem volt egyetlen olyan koncertje sem, hogy ne, valaki ne várta volna az ajtó előtt. Vagy valakik. Ne várták volna az öltöző ajtaja előtt, hogy egyetlen népszerű volt. Igen. Juli, hello, jó reggelt, szia. Szevasztok, fiú. Csúszkáltál te is? Akartam rád küldeni egy SMS-t, hogy késni fogok. És vicces voltam, megláttam a sarokról, hogy jön a villamos, és ezt integettem, mint a nagymama, és totyogtam, hogy várjon meg, de szerencsére felvett, úgyhogy... Olyan nyomorult, amikor az ember elesik, jaj, és ezt látják sokan, nem? És akkor megpróbálsz gyorsan fölállni, mintha ciki lenne, hogy elesél, közben nem az, de valahogy mégis van egy ilyen reflex az emberben, hogy ne lássa senki. Sokkal jobb, ha lemaradsz a földön, és fekszel még egy kicsit. És a kificam, hogy tényleg, gyerekek, én itt szállok le a villamosról, tudod, és ez így kinyögöd. Hát, hogy felnevetsz, hogy azzal old egyébként. Igen. A feszültséget, csak mondjuk ugyanezt egy kificamodott bokával már elég nehéz prezentálni hiteles, hogy... Igen, csak olyan hülye érzés, de hogy elessel ott, rádugranak hárman, hogy segítsenek, olyan kicsit olyan bénának, olyan nyomorultnak érzed magad. Közben nyilván természetesen az ember elesik, csak kicsit olyan megalázó. Ha ilyesmit lát az ember, akkor azt kell csinálni, hogy oldja a feszültséget, és ebben az a feszültség oldásban nem, hogy segít annak, aki elesett, hogy kicsi a rakás is ráugrik. És együtt bolondoztok tovább. Éjjel kettőkor hallottam, ahogy veri a jég a tetőtéri ablakot. Miért nem alszol? Dolgoztam még. Írtam. És akkor tudtam, hogy ebből balhé lesz, és reggel, amikor megláttam, hogy a kocsi úgy néz ki, mint egy cukorka, tudtam, hogy ezzel nem lehet elindulni. Én soha az élet velem még kocsi nem csúszott meg. Én nem tudom, milyen az, amikor megcsúszik egy autó. Egyébként azt sem tudom, hogy olyankor mit kellene csinálni. A Miró mondta, hogy ilyenkor nem szabad féket nyomni, meg hasonlók, de hát az ember ilyenkor automatikusan féket nyom, szóval... A fék a legrosszabb ilyenkor. Igen. De miért? Mit kell csinálni? Kövérgáz és kikormányzott. Ja, próbáld ki. Az segít. Hát a fék ugye a legrosszabb, mert blokkolja a hajtott kereket, tehát hiába a nyomsz egy satúféket, és alászedett balra, a kocsi nem fordul el balra, hanem megy tovább egyenesen. És abban például, hogy fölengeded a féket, abban pillanatban elindul balra. Jó, tehát teljesen másfajta vezetést igényel. Nem nyomok féket, hanem mit csinálok? Nem ülsz kocsiba, Juli. Ja, én. Ügyesen integetsz a villamosos bácsi. Hát ezt csináltam, megláttam az izét, a kocsit, és elmentem mellette, nem lehetett. Ennyi. Hol látsz a hajtott kerekekre, aztán ott hagyod az autó. Esélytelen. Felrakod, felhajtogat, igen, hagyod a felébe, rá is, hogy nem tudod föltenni, felszállsz egy villamosra, vagy elmész taxival. Na, mi a helyzet? Mi van? Srácok! Mondj valamit! Igen, mi segítünk! Vagyunk. Mit hoztál? Rajta kaptátok már a gyereketek. Jaj, vigyázz! Ja, már nem hallgatnak olyanok. Hogy hazudik. Ja, jó, azt nem durvább lesz. De nem csak úgy hazudik, hogy mondjuk kitörte le ezt, és akármit, hanem hogy úgy rendesen. De nagy kamu? Igen, nagy kamu. Mi a témakör, amiben nálatok belecsúszott a gyerek? Amióta iskolába jár, iszonyatosan megváltozott a Milán. Egészen más kisfiú lett, és én imádom ezt a változást, de képzeljétek el, hogy a Mimit, én azelőtt mindig megismertem, hogy mikor kamuzik. Mindig egy kicsit így felszaladt így a szája, úgy oldalra nézett, nem tudott kamuzni, de mindig levettük róla. És úgy képzeljétek el, hogy nemrégiben állatkertben voltak, és a Milán úgy szállt le a buszról, a kiránduló buszról, hogy anya, képzeld el, a szemünk láttára született meg egy kis elefánt. Mondom, ne viccelj. Már először azt hittem, hogy hülyeskedik. Persze hülyeskedett, de hogy úgy adta elő olyan részletességgel, hogy hogyan fogták le a gondozók a nagy elefántmamát, hogy
hogy is mondjam, visított. Itt azért kicsit bugott a sztori, nem? Nem mondom, de hát ez mondom, nem zajlik a nyilvánosság előtt. Azt mondta, hogy hát, hogy annyira gyorsan zajlottak az események, hogy ott a kifutóban szülte meg a kis elefántot, és akkor kicsúszott belőle, és akkor az elefánt mama alányult az ormányával, és próbálta felemelni, és akkor bicegett, és egy idő után elkezdtem beszokni a történetet. Benyalni, elhinni. Úgy gondolni, hogy ezt talán igaz. Megettem a történetet. Benyaltam a történetet, de annyira, hogy hazamentem, és rákerestem az interneten, hogy mi az új kis elefánt. Felhívtad a hangát, hogy miért nem közlik a hírt? Nem akartok bejelentkezni a Morning Show-ba, hogy új elefánt van? Mert hogy a Milán így a szemembe ennyire kitartóan, ennyire összefüggően még soha az életben nem hazudott, és ráadásul az a probléma, hogy ezek újra és újra előkerülnek újabban, hogy úgy rajta kapjuk, hogy valami mintha nem stimmelne, és hogyha kérdőre vonjuk, akkor egy után kiderül, hogy hát nem feltétlenül igaz, amit elmondott, és most már nem tudom, hogy a gyerek mikor mond igazat, és mikor hazudott. Na jó, ez mondjuk egy szülő is kell, hogy ha érted, mire célzok. Ja, hogy... Köszönöm szépen. Szerintem a helyzet egyébként nem ennyire drámai, mint ahogy egyébként ezt egy szülő sokszor gondolja, hogy drámai. Mit mond? Tehát mikor hazudik? Mondj nekem egy esetet, hogy el tudjuk dönteni. Tehát bemegy az iskolába, hazajön, és ezt értem, ezt az elefántos, de mindjárt mondok valamit, hogy szerintem ez miért nem baj. Ez de a hogy... fantáziája, én ezt tudom, ezt nagyjából értem, de hogy kikkel találkozott, hogy neki milyen konfliktusai voltak gyerekekkel, hogy neki ki mit mondott, hogy hogyan lett majdnem verekedés, aztán egyébként kiderül, hogy egyáltalán nem volt verekedés. De például olyat szokott hazudni, hogy mondjuk fekete pontot kap az iskolába, és nem. Ezt nem mondja el? Nem. Mert szerintem az az igazi hazugság, nem? A kérdés az, hogy honnan számít a gyerek hazugságnak, mondja, igen, hogy az elefántos sztori szerintem nem hazugság, nem, az egy jó történet, amit valami elindított. Hiszen mesélte a múltkor, hogy felkapott egy dőkes, egy kis gyereket, és elszállt le. Nem, ő maga volt az, tudod? Igen, és letette. Nem, figyelj, nem ezzel van a gond, hogy a gyereknek élénk a fantáziája, csak hogy egy csomószor van, kerülök abba a helyzetbe, hogy nem tudom eldönteni, hogy a gyerek hazudik-e, vagy sem. Rengetegszer van az például, hogy a konfliktus van a Lidi meg a Milán között, akkor most már a Lidi is kezd ezzel manipulálni, és nem tudom, melyik gyerek mond igazat, hogy ki kezdte előbb, nem is az, hogy ki kezdte előbb, hanem hogy múltkor például azt vettem észre, mert éppen láttam őket a kanapéról, hogy a Milán egyszer csak felkiált, Lidi, ez fáj, semmi nem történt, a Lidi ült mellette. És akkor jött panaszra, hogy a Lidi őt bántotta. Tehát, hogy rengetegszer kerülünk most már olyan szituációba, hogy nem tudjuk eldönteni, hogy a gyerek füllente vagy sem, olyankor se hiszünk néha már neki, amikor valójában igazat mond, amitől rettenetesen frusztrált lesz. Mi meg mindig azt mondjuk neki, hogy látod, hát most azért nem feltétlenül hiszem el, amit mondasz, mert hogy múltkor rajta kaptunk azon, hogy füllentesz, ami szerintem ugye nyilván egy ilyen ördögi kört generál. Úgyhogy ti hogyan felejtetek? Igen, ez egy nagyon nehéz élethelyzet szerintem, mert ugye mennyire igaz az a mondás, hogy amikor 2 éves, akkor azt gondolod a legnagyobb problémának. Amikor 6 éves, most ezt gondolod a legnagyobb problémának. 14 éves, amikor majd este vagy éjjel 2-kor jön haza, és nem tudod, hogy ki az új pasia, már azt gondolod a legnagyobb problémának. Tehát tényleg minden életszakaszban azt gondolod, hogy ez milyen nagy probléma. 5 év múlva ezen vidáman fogsz nevetni, hogy Jézusom, de jó lenne, ha az lenne a legnagyobb problémám, hogy a gyerek hazudik. Én megnézem, hogy úristen, ez milyen nehéz probléma ahhoz képest, hogy mondjuk a Benny, mit tudom, 3 éves koráig felkelt éjszaka 4-szer. Tehát, hogy mennyire relatív. Tehát a gyerek állandó probléma. A gyerek, igen, tehát egy állandó tanulás, és egy... igen. Szóval, hogy igen, szerintem nehéz. Tehát a legnagyobb tanulás, mindenhez adnak jogosítványt, leckét, órát, a gyereknevelés az, amit a saját ösztöneidre hagyatkozva kell megoldani. Szóval ezért baromi nehéz. Szerintem az ilyen elefántos dologgal tényleg visszatérve arra, amit a fejlődésben nincs baj. Tehát a baj ott van, amikor a felelősségvállalás helyett kezd el a gyerek mondjuk kibúvókat találni, és neked itt kell tudni különbséget tenni szülőként. Hogyha ő hazajön és elmond egy baromi nagy színes történetet, hogy mi volt az állatkertben, szerintem az tök jó. Az nem mutat más, mint hogy a gyerek fantáziája kiválóan működik. És hogy még belelát, gondolkodik, még nem teljesen racionális a gondolkodás. Hát ez minél tovább marad ennyire szabad, annál kreatívabb, annál jobban használja jobb vagy féltekét, az nem baj szerintem. Másfelől pedig vagy imponálni akar, vagy figyelmet szeretne. Figyelmet szeretne, vagy még ő hozzágondolt valamit, vagy még látott valamit. Hát figyelj, nekem a Benny még olyan manokról beszél a hasába, hogy ott élnek, és egy zöld szigettel jönnek, és én ülök, és lerajzoltatom vele, és imádjuk, tehát akkora fantázia világban él, hogy ez elképesztő. Ha az a nehezebb, ha mondjuk megeszik a hűtőből valamit, és aztán elkezdi már nem elvállalni, rákenni, kitalálni, a tesójára kenni, azt, és bele hazudik a szemedbe, hogy nem. De ott is van egy felnőtt mérce, amit hazugságnak gondolunk, de azt nem biztos, hogy rájuk kell vetíteni. Mert nem ugyanaz a mérce, még nem biztos, hogy ugyanaz a mozgatórugója, mint neked. Még egy fontos dolgon el kell gondolkodjatok a férjednek is, és
neked is, hogy a gyerekek ugye a példaképünknek a szülőt tekintik. Ja, jó, igen, az mennyi hogy, már. Ugye érted, tehát, mire gondolok. Más a motiváció. Ugye bennünk a felnőttekben él egy olyan dolog, hogyha én hazudok, akkor én át akarlak téged vágni, rosszat akarok, nem akarom a szemedbe mondani, meg akarlak vezetni. A gyerek még nem biztos, hogy így gondolkodik. A gyerek egy csomó minden más miatt nem mondhatja el az igazat. Szerintem, ami az ő valóságában egy teljesen másfajta motiváció, mint amiért mi hazudunk. Tehát ezért nagyon nehéz rámondani a gyerekre, hogy hazudik. Meg hogy honnantól hazudik? Hogy mi a hazugság? Nem? Ha az olyan kapott egy egyes letagadja, 10 évesen szerintem az már azt az igen, az igen. De az, hogy például a tesójából belemartod ön és kitalálja, az szerintem ott máshol szól. Az nem igazi hazugság. Tehát az, attól én még nem félnék. Igen, ez a közel azonos csak korú testvére. Csak honnan döntöd el? Igen, ez a közel azonos korú testvéreknél ez a legnagyobb ilyen idős korban. Nálunk is ugyanez megy. A kikezdte típusú történet, sose fogod megtudni. Tehát engedd el, sose fogod megtudni, ha olyan szigorú az esemény, hogy már verik egymást, akkor egyforma büntetés van. Te ebbe a szobába és te abba viszont látásra fél óra múlva találkozunk itt kint, azt akkor majd mind a ketten elmondjátok, hogy mi történt. Tehát, hogy a legjobb, amit tehetsz, hogy megpróbál mind a kettőnek ugyanannyi esélyt, azt mondja el, de azon, hát engedd el, Júli, hogy ki kezdte? Senki. Ja, nem is aki kezdte, nem erről van szó. Csak, hogy engem az döbbent meg, hogy elindult egy ilyen folyamat. És ami egyébként természetes hogy hol a folyamat, vége? Vagy igen, hogy van-e vége? Az a fura, érted, hogy szeptember óta, tehát egyértelműen az iskola kezdés óta csinál olyan dolgokat a fiam, ami addig korábban egyáltalán nem volt rája jellemző. Nem azt nem csinálja. Hogy a Milán az óvodában nem volt soha egy vezérűrű. Ő úgy került be az óvodába, hogy alig tudott gyakorlatilag beszélni. Voltak nála képességekben sokkal fejlettebb gyerekek, akik vezéregyénységek lettek a csoportban, a Milán meg mindig csak hullogott utána. Most, ahogy bekerült az iskolába, azt hiszem, hogy érezte a helyzetet, hogy most kiharcolhatja magának ezt a szituációt, hogy ebből az apropóból ő most egy ilyen kis főkakas lett a csoportban. Úgy képzeld el, hogy olyasmiket mesél, hogy állítólag lemegy a folyosón, a 8-os lányok imádják a kis cuki szőke fejét, így megy végig a folyosón, adj egy ötöst. Belepacsiznak a kezébe. És ez az elszól a fejébe. Igen. És ez szól a fejébe. Gyertek, csajok! Ez a 15 perces szünet csak a miénk. Júli, én ezt inkább ilyen legyen, mint a hátsó padba üljön, és bocsátott kérje a táblától, ha neki megy. Na, ez nagyon jó. Képzeld el, hogy már most elsősen, amikor megkérdezem tőle, hogy Milán kész van a leckéd, azt mondja, hogy figyelj anya, majd óra előtt a szünetben megcsinálom. Ez... Figyelj, első szájából, napokban olvastam egy kutatást, hogy egyébként a kettő összefügg, tehát amit te mondasz, pont erről szólt az a cikk is, hogy azok a gyerekek, akik korán kezdenek hazudni, azok egyébként később jobb eséllyel jutnak el a ranglétra tetejére, mert hogy baromi nagy agymunkát igényel a hazudás. Ugyanis mi történik? Felállítok egy álvalóságot, annak ki kell találni a részleteit, el kell tüntetnem azokat a nyomokat, amik arról szólnak, hogy ez egy álvalóság. Ki kell találnom, hogy mi a megoldása. Ki kell a gyereknek azt is találni, hogy te hol nem fogsz rájönni arra, hogy én hazudok. Tehát a gyerek baromira dolgozik egyébként agyban. És a kutatás azt nézte, hogy azok a gyerekek, akik hazudnak sokat gyerekkorukban, azok jó eséllyel lesznek vezető szerepet betöltő felnőttek, mert brilliánsan jár az agyuk. Hát és ugye a számtalan példát tudnánk. És ugye itt lép életbe a felnőtt sztereotípia, hogy te ugye azt mondod, hogy hazudik, és az a társadalmilag nem egy elfogadható dolog, felnőtt fejjel, a felnőtt igazságérzet szerint. De a gyereket még nem effektív a te megtévesztésed vezérlés, ezért nem lehet rá nyomni ugyanazt a bélyeget, hogy ez ugyanaz a hazugság, mint amikor a párod neked belehazudik a szemedbe. Más a motiváció. Tehát csak dolgozik az agya. Nem akar téged átvágni. Ő nem azért mondja, hogy mi volt az iskolában, hogy most anyát jól átvágom, hanem folyamatosan melózik az agya, és kreál egy olyan sztorit, amivel szórakoztatja magát. Érted? Igen, és te azt mondod, hazudsz nekem, a gyerek meg azt mondja, hogy dehogy is nem akarlak átvágni. De ez történt, mert ez a sztori, az ő valósága, az még nem a te átvágásodra szolgál. 10 évesen, ha valamit ellop a pénztárcádból, az már nyilván igen. Hát na, de hát, hogy egyébként mi lesz elvileg ennek a folyamatnak a vége? Én nem hiszem, hogy azért betörni fog hazudni. Nem, de hogyha ez most ennyire kézenfekvő és működőképes. Okos a gyerek, Júli. Tényleg. Módszer számára, akkor mi lesz akkor, amikor kamasz lesz? Nem feltétlenül fog ez így. Ez szerintem nem függ össze. Így növekedni egy. Tehát, hogy és akkor egyre durvább és egyre durvább. Pont most elmondtad ezt az óvodás történetet, hogy egy viszonylag alárendelt szerepet játszott a gyerek, ehhez képest most az iskolában meg egyfajta ilyen kis vezérűrővé vált. Ez lehet, hogy egy szimpla kompenzálás, pont annak az időszaknak a kompenzálása, amikor a hierarchiában lejjebb volt. Most egy teljesen más közegben van bent, ráadásul a képességei fejlődtek, egyszerűen csak elkezdett kompenzálni, aztán lehet, hogy ezért dolog egy természetes módon be fog állni. A virág nálatok nem változott meg nagyon, amikor iskolába került.
Nem. Előtte nem. Is ugyanilyen volt. Ugyanazon a sinem fut már, ő az óvodában is ilyen volt, hogy mit tudom én, fellépett a Gézengúzok zenekar az óvodában, és akkor ott volt a színpad, és amikor vége lett a koncertnek, akkor a Virág fogta magát, fölment a színpadra, levett a mikrofont, és azt mondta, hogy köszönjük gyerekek, szervusztok, Gézengúzok. Én. És akkor tudod, hogy jó ide jó, jó ide jó, ez a jó, ez a jó. Nézett, hogy ezt de ez kell. Tehát, én nekem szemmeggyőződésem, hogy a mai életben meg aztán pláne, tehát ezek a gyerekek fogják valamire vinni, tényleg. Tehát, hogy kell egy kis csibészség, kell egy kis rátermettség, igenis legyen inkább vezérűrű, és inkább igenis álljon a dolgok élére, mint hogy egyébként hatan drugdalják a szünetbe, mert annyira gyámoltalan, és nem mer senkinek visszaszólni. Tehát ez szerintem nem baj. Nem, félre a kutatás nem is akarom. Arról szólt, hogy jó pozícióba kerülnek azok, akiknek aztán gyerekkorukban így működik az agyuk. Tehát, hogy én ettől így ebben a formában nem érnék meg, ráadásul valami egy környezetváltozás. Gondold el, mennyi impulzus, az mennyi biztos. Minden más az ő életében. Hát nem akarom ezt letörni benne, mert egyébként nagyon élvezem azt, hogy kezd a gyerek kinyílni, és egészen máshogy ketyegni, mint ahogy eddig ketyegett. De azt se gondolom, hogy amit Feri, te mondtál, hogy jó megoldás, hogy ne vegyél róla tudomást, és akkor hát az idő. Ilyenekről nem, ja, nyilván tehát, a nagyobb dolog. Valahogy szerintem a helyén kell kezelni, tehát azt el kell mondani neki, hogy egyébként az, amit csinálsz, tehát hogy próbálod anyát ide-oda fordítani, ez nem egy jó viselkedés, vagy ez nem feltétlenül megengedhető. Én szerintem nem is feltétlenül ezt kell éreztetni, mert amíg ez a fantázia szintjénél, addig igen. Szerintem a bizalmat kell erősíteni. Tehát, hogyha a gyerek érzi azt, hogy te tulajdonképpen a szövetséges és a bizalmasa vagy, és mondjuk sokszor vele valami trauma történik az iskolában, és nem azt mondod, hogy ott annak is annak igaza volt, hanem azt érzi, hogy mindig tőled kapja meg azt a bizonyos támogatást, és te mindig minden feltétellel elfogadod, akkor ő nem fog később téged átvágni. Tehát neked nem arra kell törekedni, szerintem, hogy kiszűrd a hazugságokat, hanem arra kell törekedni, hogy erősítsd azt a bizalmat, ami közted és a gyerek között van. Tehát fordítva kell gondolkozni. Tehát nem le kell fülelni minden egyes hazugságot, hanem azt kell mondani, hogy figyelj, bármi történik, nekem elmondhatod, bennem megbízhatsz. És ha sokat beszélgetsz fel, akkor később nem fog átvágni. Tehát ez most szerintem még nem szülő gyerek kapcsolatra vonatkozó hazugság egyébként. De ez egy érdekes dolog, mert ugye ami gyerekeink ebbe a korba érnek, nem? Feri, szépen lassan iskola, elindulnak kis titkok, kisfiúk, kislányok, tudod. Egyre több lesznek, és legyen egyre is. Több, legyen és a gyerek is. Szépen még jobban leválik, aztán 10-20 évesen, 15 évesen nem te vagy a főszövetséges, hanem az a barát vagy barátnő. Hát ezek nagy dilemmák egyébként. Igen, egy mondatot szabad hozzá tenni, hogy Julinak így a lelkét kicsit megnyugtassam. Hogy büntesd meg azt a büdös kölköt, aki házasságokba kell állítani, és kukoricára kézi perdetni. Nem. Nyugtasd meg a Julit. Nem, te vagy az egyetlen rossz szülő, Juli. én is szörnyű ezt hallgatni, Juli, amit csinálsz a gyerekek. Egyszerűen szörnyű. Nem, megbeszéljük egy kávé nem, hanem hogy a hazugságnak szerintem az a lényege, hogy abból valami előnyöt származik, és azért teszed. Tehát ez a mozgató rugója a hazugságnak, hogy azért hazudsz. Hát az, hogy egy elefánt bébi születik, ebből milyen előnye származik a gyereknek? Semmi. Ezt úgy hívják, hogy színes a fantázia. Igen, hogy működik. A hazugság az mindig az a motiváció, hogy valami előnyt ki akarsz csikarni. Ebből neki milyen előnye lenne? Ez tök jó. Ebből semmi. Semmi. Mehet még egyszer az állatkertbe. Tehát színes a fantáziája, abszolút. Én lányomnak is van egy, mit tudom én, elmondta a suliba, hogy van egy nyula, ami rózsaszín és fehér. Van egy, csak ő táska. Csak minek azt, hogy ez igazi nyúl. És ezzel szédíti a gyerekeket. De ez nagyon cuki. És kövött hozzám az szerintem. Egyik osztálytárs, és mondta, hogy figyelj, Karinának tényleg van rózsaszín és fehér nyula, és kattogott az agyam, és eszemított ugye a kis táska. Igen, mondom, van. Fú, és teljesen beleizzadt a kislány. Komolyan. Igen, mondom. Nem lepleztem le, érted, a lányomat abba a pillanatban, hogy igen, csak tudod, ez egy táska. és ő úgy beszél róla, hogy ő miket eszik, hogy ez igen, valóban az egyik nagy áruházláncba vett plüssrépákat eszik. Így van, pontosan, mert ott ül benne egy játszóházba. De hát, de ez nem hazugság. Dehogy hazugság, hát a kezedbe veszel egy Vekerdi könyvet. Ő is mindig erről beszél, hogy ugye a mai iskola a legnagyobb hibája, hogy ezeket az álmokat aztán elveszik, betörik, mindenkit sablonosan beültetnek matekra, beültetnek fizikára, ha nincs érzéke a gyereknek, akkor is elveszik azt a hasznos időt, amit inkább énekkel töltene, vagy nyelvtanulással, és aztán szépen mindenki beleszürkül az oktatásba. Tehát ezek tök jók. Meg a Ransburg is egyébként nagyon jókat ír pont erről. Ez semmi baj, úgyhogy Gyuli, még azért olyan nagy baj nincs. Félreértettetek, nem arról van szó, hogy én szeretném, hogy a gyerekem üljön a sarokban, nézzen ki a fejéből és vegetáljon. Csak ne hazudj, csak keveset. Az aggaszt, hogy annyira hitelesen hazudik, hogy nem tudom sokszor eldönteni, hogy mikor füllent, és mikor mond igazat. És hogyha például azt füllenti, hogy neki konfliktusa van egy gyerekkel. Igen, az már nehéz, akkor mert akkor te már szülőként oda kell, hogy álljál, igen, hogy mi a konfliktus. Ezért vagyok én bajban, mert egy csomószor csak így állok, és nem tudom eldönteni, hogy a gyerek most valóban gondban van,
vagy csak egyszerűen megint valahol járnak a kis gondolatai. Ez úgy is beszéltük, hogy valamikor terveztük a Bekerdit meghívni, hát ugye ott szűkíteni kell a témát, mert egyszerűen 800 dologról tud beszélni. Egyrészt egy hétre menjen el hozzátok, mint Szuperdada. Megkérjük, hogy mindenkihez jöjjön el, és aztán mondja el a véleményét a műsorban. Azért, hogy milyen érdekes kísérletel, hogy mindegyikünknél lakna egy heted gyereknevelési szempontból, de hogy meghívhatjuk egyszer, és akkor erről is érdemes vele beszélni. Nagyon jókat mondani, nagyon szeretem. Nem lesz akkor bonyolult, mert a Milán rögtön egy szóvívőnek. Megvan oldva a jövő, igen. Folyamatosan sózzuk az utakat. Ő pont igazat mondott, igen. Jó, drága hallgatók, írjátok meg nekünk, hogy nálatok mi a helyzet, jó? Ahol vannak 6, 8, 10, 12 éves gyerekek, vagy kamaszok, hát ott nyilván már összetettebb azért a probléma, tehát a sokszor a szülő már nem barát, hanem inkább ellenség, ha kamasz gyerekről van szó, hogy milyen füllentéseken, hazugságokon kaptátok már a gyereketeket, bevallotta, nem vallotta, mi volt belőle az igaz. Jó, SMS számunk változatlan, 06-70-645-00-00, jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. A Klassz FM-en. 3:49 lesz pontosan 3 perc múlva. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Arról beszélgettünk, hogy milyen nehéz élethelyzet az, amikor az ember gyerek elkezd hazudni. Hazugságnak hívható ez valójában? Mikortól igazi hazugság? Az, amit talán a gyerek még csak nem is annak szán. És hogy te mit csinálsz? Ugye Juli elmesélte, hogy neki a fiú gyereke folyamatosan most már azért így kezd lódítani. Hát színezi a sztorit. Színezi a sztorit, igen, illetve amíg az elefántok, az még nem is akkora baj, de amikor már tényleg hazajön az óvodába vagy iskolába, és elmondja, hogy verekedett a nem tudom, Rolanddal, és mekkora bunyó volt, és őt ketten megrugdosták, tudod, és te másnap bemész letépni a szülő fejét, hogy nem tudom, és kiderül az egészből semmi már nem igaz. Nem az is már... volt iskolában, beteg volt. Igen, és kiderül, nincs is ilyen osztálytársa. Onnantól kezdve azért egy picit nehezedik a helyzet, hogy hát mégis hogy oldod meg. De legalább tudjuk, hogy majd kijön hanga után. Igen. Cseperedik Milán. Olyanokat fog mondani az állatkertről, hogy úgy eladja a sztorit. Hogy megőrülünk, igen. Itt van egy hallgatónk. Halló, jó reggelt. Jó reggelt, sziasztok. Hello, Marian. Na, neked de hány éves a gyermeked? Hát most már 14-13 éves korában történt a sztori. Mi történt? Hát iskolába felszólították felelni. Valószínűleg nem készült, pedig egy jó tanuló gyerek. Aztán közölt, hogy az ő anyukája olyan nagyon beteg, és olyan látványosan sírva fakadt a gyerek. Ne, letolt egy műsort felelés előtt, tényleg. Azt a mindenit. De ezt itt elfelejtette elmondani. Ja, hogy neked nem szólt, hogy ezt az osztályban lenyomta. Mentem szülőire egy olyan hónap múlva, és a tanárnő fogadott, hogy annyira örül, hogy felgyógyultam. Azt tudtam, ki vagyok, hol vagyok. Mondtam, hogy én is. Aztán hazajöttem, és meghallgattam a gyereket. Tehát csípőből azért elkezdted menteni a sztoriát. Néztem bután, és mondtam, hogy persze, meggyógyultam, most már minden rendben van. Igen. Atya Isten, sikerült a felelést egyébként megúsznia? Leültették, hogy szegény gyerek. Aha. Igen. Na, igen. És mi lett belőle? Tehát azóta hazudik, ugye Julit nyilván ez érdekel a legjobban érthető módon, hogy aki ilyeneket kitalál később ezt, hogy... Hát házi feladatunk, ez mindig így van. Aha. Hát ezek még ilyen apró füllentések talán, nem? Nem tudom. De elbeszélgetél erről vele, hogy mit lehet csinálni? Vagy hogy neked nyugodtan mondjon igazat, vagy hogy ne hazudjon? Tehát volt ilyen komolyabb beszélgetés? Persze, és évekig azért egyedül neveltem, tehát nagyon jó kapcsolatunk. De az, hogy mindig kimenti magát minden helyzetből, az valami hihetetlen. Azért nem apró füllentés a házi feladat, mert neki most az a fő dolga az életben. Hát erre jó a digitális napló, igen. Hát mondjuk, ja, az is be van írva, hogy mi a házi? Nem, az van beírva, hogy házi feladat, ilyen egyes. Ja, igen. Az a baj, hogy itt csak a következményekről értesülsz már. Igen. Igen. Aztán úgyis feltöri a gyerek, és megváltoztatja a beírásokat, ha kicsit ért majd a számítás technikához, úgyhogy... Köszönöm. Na jó, köszi, hogy elmondtad. Köszönöm. Hello Marian, ciao, köszönjük. Hello. Legnagyobb kamus voltam kiskoromban, a suliban, elsőben már azzal... kéreckedtem haza, hogy apukám helikoptervezető és visz egy kört. Ma 41 vagyok. Ma 41 vagyok, és most is tudok jókat mondani. Azt mondja, hogy nekem a kedvenc sztorim a párommal történt, amikor még kicsi volt. A papája készült be a kórházba, a párom ment be a szobába, hogy nem mész sehova, minek pakolsz, most hívott az orvos, hogy máskor kell bemenned. Kis idő múlva ment le a párom anyukája, hogy akkor viszi a papát, addig szegény kipakolva aludt. Aztán ment le a kedvesem, hogy elfelejtettem mondani, hogy csak vicceltem, így a Niki. Oh. Ezt értitek? Én nem.
Hát, hogy menni kellett volna a kórházba papával. Igen. Igen, és a párja bement, hogy nem kell. Nem kell. Majd nem később kell menni, és ez kamuzás volt. Ja, értem, ez az orvos. Az én lányom pénzt vett ki a pénztárcából, majd letagadta. Szobájába zavartam, csak akkor jöjjön elő, ha a pénzt is hozzá egy idő után elő is jött. Szó nélkül csak a markomat tartottam, beletette a pénzt, majd azt mondta, ő ezt nem ellopta, neki szüksége volt rá. Igen, kölcsön vette. Ja. Vissza akartam tenni később, apa. Vagy anya. Az én fiam 6 éves, de simán összeszerel egy autót, motort is, és ezt el is meséli az oviban. De olyan szinte, hogy mindenki csak néz és hallgat. Amikor a karburátort odaillesztettem, nem tudom hova. Nagyon jó. Engem az döbbentett meg, amikor a nagypapa megrángatta a lányom grabancát, csak megfogta a ruháját, de a lányom később azt mondta, hogy a papa folytogatta és meg akarta ölni. Ott voltam, láttam az esetet. Tipikus gyerekes túlzás, nem? Hát igen, csak ezt mondjuk, ha esetleg egy szomszéd vagy egy ismeretlen ember komolyan veszi, tudod. A nagypapa igen. Az előbb folytogatott és meg akart ölni. Megpofozott, igen. Az én lányom egyszer elmesélte az oviban, hogy született meg itthon a kishúga minden véres részlettel együtt. Az óvónéni gratuláltak a páromnak, mikor bement az oviba, ő pedig csak árt értetlenül. Ezért ez is kemény, nem? Meg hogy a részleteket honnan tudja igen. Az óvodás gyerek. Az ilyen részletességgel a gyerek előtt nem beszélsz a szülésről, nem? Hát nem, összeszedi, igen. Sok vér, ez történt, az történt, de sok igen. Esetben tényleg itt arról van szó, hogy a középpontba szeretne abban a pillanatban kerülni. Tegnap megnézett valamit a tévében, és látta, hogy mondjuk a szülei milyen feszülten figyelték, vagy mennyit beszélgettek róla utána, és ő ugyanezzel a sztorival le akarja adni magát holnap, bent az iskolában, mert azt gondolja, hogy abban a pillanatban ő ugyanakkor a népszerűséget tesz majd szert, mint... Igen. Nálunk a gyerek átvert, hogy jár úszni, kiderült, hogy nem. Erre írtam neki egy levelet Kokó nevében, hogy milyen fontos a sport, onnantól kezdve már szívesen járt úszni. Nagyon büszke volt arra, hogy neki Kokó írt levelet. Nekem meg tök ciki volt, hogy a tanárnő megkér, beszéljek Kokóval, hogy jöjjön el az iskolába. Illetve a vérbe összefut a gyerekvel. Kokó bácsi, köszönöm a levelet. Igen, nehéz volt lebeszélnem róla, hisz nekem nincs kapcsolatom a bajnokkal, ez Levi. Küldtenek, köszönjük szépen. 2,5 éves a fiam szemrebbenés nélkül hazudik. Ezt ördög küldte. Barátom kisfia 2 éves, megkérdeztem, ki törte ki az autó kiskerekét, az anyukájára mutatott többször is. A gyerek 2 éves. Az évesen. Igen. Júlia, a csatát elvesztetted, a háborút még megnyerheted, erre van esélye, Csiga küldte nekünk. Hát, hallod Gyuli, szóval, hogy azért itt van más is, aki ebben a cipőben jár. A kérdés ugye, hogy megkaptad el választ, hogy mit lehet ezzel csinálni, igen. Általános iskolában bármikor bekamusztam, hogy rosszul vagyok, dolgozatok előtt osztályfőnök mindig benyelte, sőt, szinte még sápadt is voltam a legtöbbször. Na, ez már most megint, ez most kamuzás, hazugság, ezt hova sorolod? Azért mindig rosszul vagyok. De ez semmi, tök jó. Figyelj, ez szerintem nincs baj. Hát a gyerek élelmes, és megpróbálja megúszni a dolgozatot. Ez azt jelenti, hogy mer gondolkodni, mer egy kicsit ellentmondani, megpróbál valamit kitalálni. Hát ez életre való gyerek, nem? Mint aki ül a padba, összetolja magát, és ír egy kettest, annyira izgul, nem? Hát de legalább megcsinálja a feladatát. Ő meg hát mindig... még azért azok is megcsinálják, akik előtt. Azért egy kicsit, miért sosem, mondjuk te nem, olyan stréber vagy. Nem lehet. De a balkarok kezét, sosem bújtál két dolgozatot, sosem kamusztál betegséget, sosem maradtál a otthon. A dolgozat de... az dolgozat, érted? Mi nagyon sokat vertünk volna téged, ha velünk jársz egy iskolába. Hát azért most kell oda még egy pár ember. Hárman-négyen jöttünk volna, de nálunk, ha te velünk egy osztályban jársz, mindig nagyon sokat bántottunk. Nem, tehát Gibibe, nem ti mindig az ilyen eminens, volna. Tréber, ilyen minden. Hagyjál már, én se tudom című diákokat, aki 5 perc után kérte a második lapot, mert teleírta, és mondtam, hogy Norbi, segíts már. Hagyjál már, én se tudom. Hülye vagy, mondom, a második lapodat írod, mondjál már valamit. Igen. És szóval segítettem mindenkinek. Voltál. Ne, Ferivel is biztos, hogy volt, hogy füllentett, csak most kiszen ezért kicsit a történet. Biztos volt olyan, hogy hazament, és azt mondta, hogy 5-ös lett a dolgozat, közben meg 5-ös alá. Igen. Nem, csillagos 5-ös, csak azt nem mertem bevallani. Feri mindig úgy ment iskolába, hogy ha nem tanulok rendesen, vigyáznom kell, mert lesz itt otthon, mert becsúszik egy 5-ös alá. Te ez a típusú diák lett, írtál 5 oldalt. Én segítettem volna nektek, ti örültetek volna nekem, nagyon. Volt olyan osztálytársam, aki átszólt, hogy hagyjál már, én se tudom, azonnal kért egy lapot, mert teleírta, én ültem, rágtam a tollamat, egy rohadt gondolatom nem volt. És utána átpróbáltam ránézni, akkor még hangosan rám is szólt, hogy ne puskázzál már! Akarta. Az... Mekkora a sebesség miatt nem tudom befejezni a dolgozatomat. Az igazi rohadék, hát tudod. Miért zavarja, miért betűrít, kicsit leírok róla, oké. Okay. Tehát most oké, hogy megtanulta, ő így is úgy is tudja, persze 5-ös, de az, amikor rátszólalja, hogy ne puskázzál már. Igen, de jó hangosan tudod. Alig vártam, hogy szület legyen. Kapott? Mondom, akcióval, megyünk. Regula.
Egy kis csapat összeállt. Összeállt a csapat, és mentünk büntetni, igen. De jobban éreztük magunkat a gimnáziumi évek alatt, mint ő. Aki végig tanulta 4 évet, semmilyen buliban nem volt benne, ült végig, állandóan jelentkezett, az összes tanár utálta, mert ilyen stréber, eminens hülye volt, és mi végig örjöntük az 4 évet, ő neki mi maradt meg? Semmi, hogy semmi, tanult jó sokat, az nagyon izgalmas. Érted? Lehet, hogy ő ezt élvezte. Nem? Uh-huh. Jó, neked ez elképzelhetetlen, hogy valaki örül egy jól megírt, nem tudom milyen dolgozatnak. Hát ő örült neki. Nem, nekem az volt elképzelhetetlen, volt egy osztálytársam, Szilvinek hívták, és elsírta magát, mikor 4-es lett a dolgozata. És így ültem 16, és így néztem rá, mondom, Jézus, Atya, Úristen, milyen emberek vannak? Sírt, hogy sírva fakadt, hogy neki 4-es lett a magyar dolgozata. Mert hogy ő annyit tanult, és ő megérdemli az 5-öst, és elsírta magát, azt érted? Igen, hát van egy elvárás otthon egyrészt, ugye a szülőktől, hogy hozzá. A szülők is benne vannak, persze. Tehát a lánynak 12 éves azt mondanak, hogy neked gyógyszerésznek kell lenni. Tehát ja, nem mondta, lehet 4-es. 4-es, hát összetettem valakit kezem. Istenem, te sírsz, bárcsak hazavihetnék egy 4-es. Elsírta magát, ott sírva lehet, fakadt. Otthon is volt azért rendesen nyomás, meg... Lehet, hogy azért sírt, szerencsétlen. Neked egy gyógyszerésznek kell lenni, szüksége van egy megfelelő mennyiség idegnyugtató. De mi van az a szülő, aki megbünteti a gyereket, ha hazamegy és 4-es kap? Sajnos, én elháborodott. Tényleg? Ismertem ilyet. Leszúrod a gyerekedet, hogy nem 5-ös? Az általános iskolában tudok olyan diáktársamról, meg felettem járó, hogy másik osztályban járó srácról és csajról is, ahol keményen büntették a gyereket, hogyha 4-est hozott haza. Atya Isten. Na jó van. Oké, Gyuli, tehát kitartás, vannak biztató SMS-ek azért, úgyhogy nem kell nagyon izgulnod. Hármasugrás játszunk, itt van a játékosunk, akivel már is játszunk. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Halló, jó reggelt! Sziasztok, srácok, jó reggelt! Hello! Szia. Hello! Ádám, szia Ádám, hol vagy? Hát helyileg most itthon vagyok, Székesfehérváron. Székesfehérváron. Ott nyugi van ónos eset szempontjából, vagy ti is kaptatok? Hát valami eset, de szerintem ez nem volt ónos. Nem vészes annyira. Nem vagyok rá. Uh-huh. Gyerek van? Én fiam van, igen. Na, mekkorán? Hát az egyik már 18 éves, a másik 14. Ó, hát akkor az egyikkel már talán túl a legdurvább kamaszkoron, nem? Hát igen, már hozza haza a barátnőit apának. Apának, hogy egyet haza? Magának, egyet aha, neked? Vagy nem egy rossz felállás egyébként, hogy apa ő Marjan az enyém, ő Andi a tiéd. Jól van idomítva a gyerek. Csak, hogy apai szemmel is meg kell nézni azért a barátnőket. Tehát ez és? Mi? És jó milyen? Jó az ízlése? Jó. Igen, nagyon. Tiszta apja. Na jó van, hogy álltok hazugság fronton, nyugtass meg egy tiszta Julit. Hát rálunk, megy a kamuzás. Igen? Persze, amikor még 80-as években apuka beöltözött ipari télapónak, és akkor ugye én voltam a télapó a cégnél, és jöttek a gyerekek egymás után, és amiket elmondtak nekem, és ugye utána nagy csodálkozó szemekkel jöttem, hogy hát itt volt a télapó, és miket mondtatok neki, na teljesen más volt, amit nekem mondtak, meg amit apa télapónak mondtak, úgy mondták. Hát igen, mert tőled nem vártak ugye ajándékot cserébe. Persze, persze. Igen. De a gyerekek mostanában, vagy kamaszkorban hazudtak, vagy rajta? Persze, hát ez korra járó sajátosság, tehát minden kornak megvan a maga kisebb-nagyobb hazugsága, tehát volt már olyan persze, hogy tanulócsoportban vagyunk, aztán koncerten voltak meg hasonló. Aha, hát igen. Ez hozzátartozik. Milyenek a kérdések, Jani? Talán egy lehellettel nehezebbek, mint így az elmúlt 4 napban. Na, mehetünk? Próbáljuk meg. Így szól az első kérdés nyakbaakasztóért. Kinek a verse a tiszta szívvel? József Attila. Így van. Mehetünk tovább? Persze, próbáljuk. Sapka sárért, így szól a második év kérdés. Azt mondja, hogy melyik sportág képviselője az olimpiai bronzérmes Csernovicki Éva? Csernovicki, bocsánat. Csernovicki Éva. Csernovicki Éva. Pláne. Húha, talán mint a úszó lenne, de lehet, hogy most egy kicsit beszélgetek, még a párom megnézi a Google-ön. Jaj, de szép! Nem, úgy emlékszem, mint a cselgáncsozó. Úgy emlékszel, jó, így van. Ilyen hihetetlen menetelése volt ugye az olimpián, aztán ilyen sérülés. Persze. Meg ráadásul ő az egyetlen, illetve nem az egyetlen, az első olyan a magyar cselgáncsozó nő, aki érmet szerzett olimpia. Hát utólag is gratulálnak, és azt szeretettel. Igen.
Mi legyen a harmadik kérdéssel? Neki menjünk, vagy megálltok? Hát ennél is nehezebb, mert akkor... akkor hát ugye, ha van internet, sem. Akkor igazából semmi nem nehéz, ha a párod jól kezeli és gyors. Nem akarok visszajönni, jó hiszem is. Lehet internetet használni. Csak akkor gyorsabb ugye a igen, kevesebb igen, a válaszod. Igen, hallottam. Nincs annyi idő a válaszra, tehát csupán ennyi a nehezítés, hogy akkor nem, egy kicsit... Köszönöm szépen, én örülök annak, hogy játszottam veletek, meg még valamit nyertem is, úgyhogy nekem ez bőven elég. Nyakba akasztó sapkasál, az fixen így most megvan. De ez igen. Tök más jellegű kérdés, mint a második. Szerintem ez neked még igen, akár sokkal rövidebb. Így témába is vágna. Nagyon akartok beszélni. Én nem, én mindig azt mondom, hogy inkább állj meg. Csak én vagyok az, aki. Feri, nekem szóltak, hogy kevés az óra. Nem, egy könnyű kérdés, lehet, hogy jól megállsz. Ki lehet találni? Próbáljuk meg, nem, inkább állj meg. Így szól a harmadik kérdés. Minek a mértékegysége a kandela? Basszus. Én mondtam, hogy inkább állj meg. De beleugrottam. Ahogy is. Én mondtam. Kandela. Most elsőre a kandidat, a cukor jutott eszembe, de gondolom semmi köze nincsen hozzá. Viszont a kandela. Kandelábert. Oh, na! Kandelábert? Akkor fény. Pedig, hát ott van. Fény. Igen, a fényerősség. Hát milyen okos vagy. A fény az elfogadható, nem? Minek a mértékegysége? A fény? Hát fény mértékegysége. A fény mértéke. Valami bele engább a lux, nem? Vagy a... Fényerősség. Fényerősség, ez a jó válasz. Tesi mértékrendszer alapján. Ki is mondta egyébként, azt is csak időn túl. Hát ezért a kandella, kandelláber, fényerősség. Basszus. Na hát ott mondtam én, hogy állj meg. Bumozzunk egyet, hát ha ad a szoftver, ki tudja, hát olyan régen adott. Jó? Nem is volt bum még. Időn még nem volt bum. Mehetünk? Na, akkor hajrá, próbáljuk, persze. Na, akkor mennek az ajándékcsomagok, figyelj, tiki-taki. Azt a mindenségét neki. Ajj! Te talált? Hát, nálam nem. Semmi. Ez már ilyen reggel. Meg kellett volna állni, én mondtam. Igen, az első megérzés. Mondtam. Mindegy. Hát az örültem, hogy játszottam veletek. Mi is nagyon örültünk. Szomorú vagyok. Na mindegy, köszönöm szépen. Legközelebb, jó Ádám? Jó. Köszönjük. Hello. Ciao. Hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Jó, belehajszult. Jó, belevitted. Jó, belevitted. Jó, mondtam, hogy álljon meg. Megcsinálta. Most élet ki, hogy 4 évig vertek meg, stréberkedte. Ezt így állsz bosszú. Kandella, kandelláber. Meg is csinálta. Ugye? Ne csináld, ne menj. Ez lesz a stréberekből. Frusztráltak lesznek, és másokon állnak bosszút, mert 4 évig becsúszott egy ötös alá, és agyon verték őket a gimnáziumban. Hihetetlen, én mindent megpróbáltam, próbáltalak visszatartani. Tényleg. Így van, és a Feri a számra tette a kezét, a fejemre ült, és mondta, te tudni fogod, de hogy tudom. És tudta is, csak időn túl. Mindegy, nem tudom, miért sajnálod azt az egy órát. Én egy hallgató, hello, Feri, Stréber volt, Bali nagyon nem. Mindketten sikeresek vagytok, elbizonytalanodtam, hogy mire neveljem a gyereket, de azt gondoltam, könnyebb, ha Bali nyomdokait kell. Ez igaz. Arret küldte nekünk. Na mindegy, jó, hát ez nincs meg. Gyerekek, ezt nem tudtuk megadni. Egy percen pontosan 9 óra jövünk Ákos hírei után. Hölgyeim és uraim! Folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofonnál az éter nagyágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ladies and gentlemen, ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 9 óra múlt 12 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Óros eső van, úgyhogy mindenki vigyázzon. Esnek kellnek a hallgatóink, reméljük, hogy nincs nagy baj, viszont hát most már ugye próbálják eltüntetni a nyomokat, ahol egyre több autó jár, ott már nem annyira durva a helyzet, viszont mellékutcákban, buszmegállókban, villamosmegállókban még mindig. Úgyhogy vigyázzatok, mert legalábbis itt Pest megyében és Pest megye környékén nagyon-nagyon csúszik. Vannak az országnak bizonyos területei, ahol nem. De sok helyen esett az ónos eső, és még mindig kapjuk az SMS-eket, hogy például a Moszkva tér az effektíve járhatatlan. Tehát, hogy ott nem nagyon lehet mozogni gyalog. Trafi az M7-e 145-ös kilométerénél a határ felé, ez Zoló küldte nekünk. 12. Avos utcában tükörjég, defektes mentő áll az utca közepén, valamint az M1-es autópályán Hegyeshalom felé, a 125-ös kilométer körnél a belső sávban egy teherautó ponyva hever.
Az öcsődi baleset miatt Szarvasról Szentes felé terelt kamionok közül egynek most sikerült kivinnie egy villanyoszlopot, valamint egy kerítést is. Műszaki mentés még nincs, mindenki menjen lassan, és a csepeli utat is kerüljétek, mert hogy teljes útzár van, megoldás a Rákóczi út, körülbelül másfél óra várakozás. Pacsi Tipcsi küldte nekünk. Köszönjük szépen. A három évesek kedvéért mondom, hogy Célkámán térnek hívják most már. Igen, ha valaki Moszkva. Még úgy nem tudja hova tenni. Akkor igen, Szél Kálmán tér. Én folyamatosan 7 évesnek érzem magam újra, hogy hallgatjuk ezt a Stayin' Alive-ot már reggel óta. Nem bírtad megszeretni, kicsit úgy érzem. Én nem vagyok az a kimondott Bee Gees fan. Lehet, hogy ez talán már ki is derült így az évek során, amiatt együtt dolgozunk. Lehet, hogy ezzel függ össze. De Travoltát azt nagyon bírom. A táncos filmjét kifejezetten szerettem. Jó ez, tehát jó hangulatú lesz a beszélgetés. Tehát olyan kis vidám. Én kedvelem. Magát a dalt is, meg ugye az Airplane-ben, amikor ott táncolnak, és belállak és a hátába, és ott mutogatja, hogy vegyek ki a nőnök, azt hiszem, hogy táncol. Klasszikus jelenet. De nem fogod megszeretni? De hát a stílusosabb lenne, hogyha itt lenne mind a kettő kezében egy-egy koktél, és akkor itt lenne benne ilyen kis napernyő, meg lenne benne mit a olivabogyó, vagy ilyesmi, és akkor itt ilyen izék lennének, ha ilyen hawaii virágfűzérek lennének. Diszkógömb, az kell. Hát az, már mindennek az alja lenne, azt diszkógömb, de ahogy mindennek az alja. Nagyon, az nagyon menő. Retrobulikon, hát az óriási. Nekünk a hálószobában is van fönt egy. Diszkógömb. Aha. Miért? Hát, szerinted? Na de várj, mert ha tükör van, azt megértem. Diszkógömb. Diszkógömb, és akkor meglövöd. És akkor megy a bugi, tényleg? Nagyon nagy bugi. És forog is, tehát áramot is vezet, mert ugye van az, amivel áramot vezet. Van akkor hozzá kis motor. Ne! Esküszöm. Tényleg? Hát persze. Ez tök menő. Ezért most megleptél. Ilyen a buli. És kicsi mutattam. Apró, saját kézzel csináltátok? Tehát felvágtatok tükröket apróra? Nem, vagy? A béka kapta. Egyszer egy, nem tudom, 20. születésnapjára biztos, mert most 27, tehát az még benne van, és azt kapta, és föltett. Egy gálás díszjockey? Aha. Meglepte? Akkor még nem voltam az életében. Mi van még a hálószobátokban, hát, miért nagyon nem beszélek furcsa, majd furcsa, egyszer meglepődnék, egyszer elmennék. Miért kell, hogy így szétszórja a fényt, hogy teljesen nagyobb felületen az enyémen, tudod, a békát nem bántjuk, az enyémet bánthatod, hogy így van, úgy a sok apró fénypötty jobban terít. Ha? De mi? Tehát a hálószobában általában sötét van. Nem? Hát a unalmasan, érted, nálunk meglőjük, aztán megy a csillogás. Úgy alszol el, hogy mennek ezek a körök nem a fejed felett? Nem kell. Ja. Ja. De az unalmas, hogy a hálószobát ja. Másra is lehet használni. Hát milyen maradék vagy? Az a baj, hogy a villogó fények azok nálam mindig ilyen migrénes reakciókat váltanak ki, tehát nálunk nem lenne nagy sikere a dolognak. Az neked nem annyira szerencsés. Nálunk igen. Nem akkora a lakás, hogy több helyen lehessen csinálni. Gyerekszobában most már mégsem mehetünk hát kufircolni, úgyhogy klasszikus a hálószobások vagyunk. De van benne trükk. És akkor megbeszéltük, hogy ma gömbbel vagy gömb nélkül? Tehát és a fényt is tudod változtatni, hogy mivel lövöd meg. Ja, hogy van egy külön spotlámpád, amivel lövöd a gömböt? Színes. Megőrülök. Megőrülök. Ez szép. És van olyan, üvegszálas kis simogatnivaló, ilyen kis szőrötök is, ami szintén ilyen... Az a lámpa, tudom. Tudod, ami változtatta a színét. Emlékeztek arra a lámpára? Ilyen üvegszálból állt, és változtatta a színét. Volt 6000 szál, úgy nézett ki, mint egy ilyen izzó sündisznó. Azt próbáltuk korbásnak, de törik. De hogy van az, hogy ezeket... Igen, egy szállat kiveszel, az a viszont csigizi lehet. Hogy van az, hogy voltak korszakok, amikor ezt mindenki benyalta, és mindenki megvette mindenki ezeket. Mindenki megvette, és a... De nagy klasszikus. A lávalámpa. A lávalámpa az mindennek az alja. Az olyan szinten gusztustalan, hogy én tudod, hány lakásban nem van? Is értem egyébként, hogy, hogy lávalámpa. Miért, mitől? Láva nem így viselkedik ebben a közegben. Tehát helyesen más köze nincs hozzá, és ráadásul gusztustalan. Mennek föl a buborékok. Nevezd buboréknak, Ferenc. Nyugodt. A nevezd buborék, azért soha nem a buborékok jutnak róla az eszembe. De ez valami fényt kellett neki adni, és a meleg hatására indult el. Ugye? Tehát, ha lekapcsoltad, akkor nem történt semmi. Elindult a meleg, és akkor ott valamilyen kétanyag reakcióba lépett, és akkor a buborékot elkezdte keringetni. Egy rémségesen undorító dolog. Én még a mai napig látok lakásokban egyébként. Kicsit mindig ilyen zavartan félrenézek, és nem teszek rá megjegyzést. A legjobb nincsen, de szeretnék.
Mit, lávalámpát? Mai napig lehet kapni a legnagyobb ilyen műszaki áruházakban, mindig aha. megállok, és 5 percig csodálom őket, viasz van miért benne. Ők miért a megolvad. Az te. A baj, ízlésről nehéz vitatkozni. Igen, így van, nekem nagyon tetszik. Színes bigyók vannak benne, úsznak, olyan, mint egy galaktika címlap, mint azok a fantasztikus folyóiratok, hogy nyúlik igazam. Benne. Én annyira el tudom nézni, hogy aha. elengedi az egyik csepp a másikat. Nem, jó, ez a diszkálgő meg a lávalámpa. Az a baj, nekem nincs időm, mert mindig a nejemre koncentrálok. Tehát, hogy ja. nálad biztos, hogy belefér. Még egy kis üres járat benne, hogy hogy villog. Hát vannak előjátékok, hogy tudod? Hogy járnak a... Aha. Nézzük egyik 10 percig a lábalámpát. Nem csak, csak belecsapunk a lecsapó. Bár ez izgat. Ha már egy lávalámpa kés van, ez a világító izzó sündisznó is. Nincsen, az nem tetszik, az tényleg undorító, de a lávalámpa szerintem menő. Jó, én voltam nálatok azért a csobogó szökőkutasarokban. Az... Az belajándékoztuk, de kaptam, képzeld, de nem volt bedugva soha az életbe. Ott volt letéve, tényleg látta a Feri. Műanyag ilyen hát, mint az akváriumban, amiket beletesznek, ilyen hínásszerű dolgok voltak, és hát kővel, és akkor be lehet dugni, és akkor nekünk bugyog. Is ilyen kis pici apafehér húrával. Igen, igen, csak nekünk egy idő után azt hitte a macska, hogy az macska alom, és elkezdett rájárni. És tudod, amikor ott bugyog a... Ezeket régen ilyen nagy cserépedényekbe is árulták. Az, így van. Rohadt, ilyen kaspószerűen nagy cserépedény, benne egy ilyen műanyag vízcsobogtól, belerakták két követ egy műnövényt, bedugtad a 220-ba, és akkor ott a kicsit a vízköves vízen így keringett. Igen. Iszonyú. Egyébként hangilag nem rossz? Nem, amikor hallod a szobában a csobogó vizet, ad valamiféle ilyen kis nyugalmat, hát csak maga a látvány. Hát nálatok meg olyan érzeteket, mintha működne a cirkó, de... Mindig belegom, és azt hiszem legalább jó a kazán, de aztán kiderül, hogy nem. És ezeket vajon régen drágán adták? Tehát ez a sündisznomi világított horror volt? Tehát az egy ugyanolyan státuszszimbólum volt, mint most, mit tudom én, egy nem tudom, egy kis túlzással egy autó? Tehát a gazdagéknak volt világító ilyen. Hát az első kör a világító sündisznóból meg a lávalámpából az külföldi behozatal bizony, volt. Bizony, menő tehát az volt. Tehát nem volt, hogy besétáltál valahol és megvettél, hanem az kamionos haver. Aha, már. Persze. Amit rossz keresztül Kínából. Sokaknak van, és tényleg ne sértődjenek meg, de a szobában a bárpult és a lógó poharak, tehát én azt sem tudom, hogy van. Tök korrekt. Nála az is szerintem van. Szerintem tök korrekt. Na most csak így, hagyd mondjam el, hogy a mi lakásunk a... tudtam, hogy ezzel lehet. Bocsánat, én meghalok. Rológra három pohár kis bárpult lámpával, rajta ez a folyóláva. Gordon's Gin, ilyen kilágítós. Én megőrülök. Az fontosnak tartott, hogy a 60 négyzetméteres lakásban a sarokban legyen bárpult, és akkor így bárpult, bárszékekkel, és akkor mondta, hogy de azt elviszem. Nehéz, mert ugye nincs olyan jó vagy rossz. Hát mindenkinek a ízlés, ugye nehéz vitatkozni. Tehát én azt értem, ha vagy tudom, hogy hálószobában narancsárga a fal, de valaki szereti, hogy narancsárga a fal, vagy mit tudom én, vannak bizonyos színek, amiket és itt a mixer is! Én a ház külsejét se értem. És a tükör, akinek a plafonon tükör van hálószobában. Én láttam olyat hálószobában, és meg tudta indokolni, hogy miért. És egy idő után elhittem, hogy... Nem rossz ez. Nem tettem tükröt a hálószobába, de ő elmondta, hogy neki miért van tükör a hálószobába. Ő úgy tette a tükröt, hogy az ágy mögötti falon is tükör volt, és a mennyezeten ment tovább a tükör. És piros volt az ágynemű. Ja, értem. Együtt voltatok? Láttuk, igen. Ja. Igen. Uh-huh. Azt közösen láttuk. Értem. De ő ott elhitette velem, hogy miért jó a tükör, és azt mondtam, hogy jó. És egy hiteles személyiségről van szó. Jó, elhiszem nektek, fiúk, én meggyőztetek, tényleg. De tudom, mint régen a plakát. Hát azt is egy ország hitte, hogy az jó. A poszter. A poszter, igen, a poszter. Tehát a patakról, az erdőről, a Himalájáról, vagy a tengerről. És ugye, mi maradt a szegény magyarnak, ha már nem tudsz eljutni az 50 dolláros valóta kereted, de akkor nézzed. Persze. És bementél a nagyszobába, és ott volt. Nekem ez tetszett, én azt írtam. Na, tessék, és a dumászi tízlésről. Meg lávalámpáról. Így van. Csak a mi plakátunkon atomtemető. Én ezt nagyon bírtam. Tehát annak van egy plusz hangulat. Tehát szerintem egy kicsit az agya stimulálja. Tehát, hogy látsz egy, mit tudom én, egy téli napon a szoba sarkában, vagy nem a szoba sarkában, a szoba egyik falán látsz egy ilyen tengerpartot pálmafákkal, az valahogy azt az érzetet kelt, hogy egy picit talán egy melegebb a szoba. Hát ennek abban a korban, nem? Amikor ez divat volt, szerintem nem ez volt az üzenet, hanem ha nézzed, hülye, neked jó ez itt Kelet-Európában. Úgyse jut szeme, nem engedünk át a határon. Tehát a 80-as években a Havannán meg kellett ragadni minden lehetőséget, hogy egy picit élhetőbbnek tűnjön. Már nevével is Kubában voltatok. Ja, hát igen. Igen. Ó, Istenem. Kinek volt WC, szintén poszter, kicsiben egy majom anya, kopasz gorilla, fogta a kicsinyét, vagy szoptatta a kicsinyét. Nincs meg a majmos poszter? De. Megvan? Volt olyan ismerősünk, akinek volt ilyen.
Én ezeket soha nem értettem, ezek az úgynevezett ilyen... Most poszter nekünk igen, volt, ezek ajtó, én emlékszem nekünk volt. Úgynevezett ajtóposzterek. Ajtóposzter így van, ami vagy az ágyam, vagy a majom, egy olyan majom, ami ilyen, tehát ilyen pici gorilla volt, még kopasz volt, és vagy feküdt, vagy fogta az anyját. Miért és ez 10-ből 10 panel lakásba bementél, és megtaláltad. Ez ott volt, vagy a WC mögötti falon. Ugye, mert azt is föl kellett poszterezni, hogy ne legyen már csak a sílófal. Ez előző volt, és ugye ez egy vas szerkezet, igen, 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 és az undorító ronda volt, és akkor ezt szebbé tette, szerintük. Meg az a kis szett, ami a WC ülőkkel, és a WC kefe, ahogy harmonizál egymással, meg a WC papírt tart, amiben halak úsznak, és világos kék, és van benne egy ilyen folyadék. Olyat láttatok? De hol vásároltam? Ez micsoda? Nem, ez micsoda? Nem, én vásároltam, én láttam ilyet. Tehát ez tök menő volt a 80-as évek végén. Olyan ülődeszk, amiben van egy folyadék. Ne, és halak úsznak benne. Ezt mondjuk, ez így elmondom. És akkor olyan WC papírt tartam, amiben szintén halúszik, ilyen rettenetes. Olyan primitív szerkezet, mint amikor megrázod a hógömböt, és akkor így... Valahol az cuki. Hát nagyon cuki. És a WC kefét is abba teszed bele, és ott is halak vannak. Három egyforma dolog. Három egyforma szett. Egyébként mai napig lehet kapni. Tehát tudok mondani címet, ha érdekel. Az benteket, gömbös, az aranyos. És amikor bemész egy budiba, valaki ez elmész, és azt látod, hogy a Wonder Woman csillatosító föl van rakva a csőre. Azaz. És így azt mondod, hogy ember. Tehát, hogy így, maradt. Nyissunk ablakot, fújjál ez odort valami, de hogy egy ilyen Wonder régi fenyőfa illatosító lóg le a WC-nek a húzókájáról, vagy a tartályról, tudod, és ott berakva egy vaníliás sárga, egy fenyő illatú zöld, meg egy málnás piros. Az. És így, azt mondod, hogy atya is, ez kemény. Nagyon kemény. Csinálsz róla egy fotót, és gyorsan kezet mosol, aztán eljössz mellett, hogy köszönöd, de milyen szép, ezek pillanatra, hogy az ember elgondolkodik, nem? Ezek régen nagyon sok helyen voltak. Nagyon. Nagyon sok helyen láttál ilyet. Középiskolában volt egy nagyon kedves haverom, akikkel elég sűrűn jártam föl, nagyon szűk WC-jük volt, és náluk a WC, az ajtó, vagy a WC-n az ajtóposzter, egy ilyen pataki ág is reklám volt, és érte, elég sokszor kellett ott végezni a dolgon, és ülsz, és szembe veled 15 centire ott volt ez a gyönyörű nő. Tehát, hogy így, de olyan fura volt azért mégis, tudod, mindig beültél, és akkor így szemkontaktus kerestél vele, és utána pedig nyomtál. Tehát olyan picit fura. Picit fura, fura, fura volt, igen. Bejárati ajtó mellett angol díszőrségi tiszt poszter. Hallgató és SMS. Metre kucsmás testtől pontosan. Igen, igen, igen. És én nem értetted, hogy szia tesó, te? Így van, hello. Értem. Hello. De hogy, illetve szerintem inkább most akkor, nem érted, akkor így azt nem is mondtál semmit, mert vagy a te lakásodban volt a Wonder Woman, vagy ott volt egy plakát, vagy volt egy szökőkút. Menő volt, persze. Vitrin, és benne értékes porcelánok, vagy annak porcelánok. Igen. Vagy a libapásztor lány. Igen, és akkor kis ilyen horgolt terítők alatta. Igen. Az is nagyon menő volt. Én amitől még, ami nekem például sose volt, de nagyon sok helyen láttam, azok a hatalmas nagy aranyozott, hát ilyen réz, vagy nem tudom, műanyag kázi órák a falon. Arra emlékeztek például? Mint egy csuklóra rakható óra. A csukla csak kint volt a falon, és ennek ugye megvolt az óramutatója, illetve meg volt a hal verziója, amit szintén fölraktak, és mozgott a falon a hal, tudod, és akkor így bekapcsoltad, és énekelt a hal a falon. De kell tudod, hogy a kvarcórám a legtöbb helyen kint volt. A Westminster apátság kicsibe, és kvarc órába, és az egész apátság picibe. Hát olyan voltam, mint egy rapper. És vajon mondjuk 20 év múlva, most is lesz olyan, vagy 20 év múlva is lesz olyan, amire úgy gondolsz vissza, hogy mondjuk most bent van a lakásodban, szereted, és 20 év múlva hangosan fogsz rajta röhögni? Szerintem ekkorát nem ugrunk már időben, nem? Hát ezt az utókori téli majd meg, ezt tudod, majd a Benny mikor nagy lesz, és akkor így végig, hát Úristen, ki tudja, akkor már hol tart. Mit vagy 25 év múlva meglátsz egy mikrót, és azt mondod, hogy atya Isten, mondjuk nem tudom, most csak úgy eszembe jutott, vagy egy teafőzőt, vagy egy vízmelegítőt például, mit tudom, mire most ugye a főzőle te áthasználod, hát, egy 25 év múlva. Fogjuk a milyenket, tehát nem hiszem. Jó, az biztos. A hétköznapink része lesz akkor is. Ezek de jók voltak, igen. Kandalló tévé a családi csomagban, nagyon romantikus. Azt például sokan használják, még most is. Úgy van, nem, most nálunk az van, hogy van a kandalló tévé, és van egy másik, ami mindig az évszaknak megfelelő háttérképet ad. Tehát most télen havastáj van, már várom a tavaszt a virágos réttel. Nyáron strand volt, és akkor láttad, hogy a tenger hullámai így mosták a strandot. Nagyon jó. Mi ez? Erről én TV csatornán van. Ilyen? Van egy ilyen, igen. Hát az az, hogy a tüzet adnak nyári. Állandóan, tűz megy, és akkor ropog a tűz, te bekapcsolod a tévéden. Megfelelően. De nem, van a kandalló, amit van a kandalló, az a 26-os csatornán a kandalló tűz megy, karácsonyan benyomod a kandallót, ugye hát nyáron meg megdögleti. És ropog rendesen, tehát hangot is tudsz adni, ez az egyik, de van a másik, a hangulat csatorna, ami mindig évszaknak megfelelő. Tehát nyáron tengerpart, és mossa a tenger, jó. És azt látod. Mondom még, azt mondjátok, mert nekem mi értelme volt. Szoba, bemész, műanyag tányér vagy fatányér, vagy
Vagy, így jutott a durva, műanyag, ami úgy volt megcsinálva, mint a fa lenne, tányér, az megvan, benne műgyümölcs. Tessék. Hát nem tudom, de hát az az erje. De az mit az mutatott? Az elé, mert nem hogy nem venni. Volt pénzed, és kiraktad igen. A gyereknek a banánt? És narancsot tettek bele, műgyümölcs, banán, narancs. Mostuk. Banán, ez egy nagyon szomorú, ez egy nagyon szomorú valóság, hogy azért tetted ki, mert megvenni nem tudtad, és kiraktad, hogy mégis ott legyen az illúzió, igen. Vagy kiraktad, mint egy ilyen kis kompozíciót, ami feldobta az asztalt. De tudtad, hogy a banán csak pult alól tudod megkapni télen, ha a jóba vagy a zöldségesen, mert egyébként ugye nem volt nálunk banán. Mindig volt banán az asztalon, volt egyébként. Mű banán, klasszik. Sokszor oda is nyúltak. Kedves vendégek, tudod, aztán így egy hatalmas nagy ilyen réznek tűnő, egyébként marhára nem rész, csak ilyen rezezett tálunk volt, egy ilyen gyümölcstartótál, és ahogy beléptél az előszobába, ott volt az előszoba asztalon, és ahogy mondod, volt narancs, banán, ananász. Érted? De miért? Meg körte. Megkérdezném a szüleimet visszautazva, vagy inkább a nagyszülőket, nálunk Pécset volt még a nagyszülőknél, hogy miért? Na, mondd meg nekem, miért tetted ki? Vitamin mondd a szemnek. Jobban érzed magad. Semegenni nem tudod, megkívánod, rossz, hogy nyomasztod magad, hogy de jó lenne, ha tudnál enni mondjuk banán, de nem tudtál, mert nem volt pénzed, nem adtak pult alal, ugye? Hát volt az igen, időző, hát nonsense pult... belegondolni, hogy nekem az volt a legnagyobb álmom, hogy az első fizetés, sőt, meg is valósítottam, hogy az első fizetésemből annyi banánt vettem, hogy amit mennyit nem tudtam megenni. Azt mondtam, hogy venni fogok egy fürt banánt, amikor megkapom az első fizetésemet. És úgy is lett. Megkaptam az első, másodikát, és vettem egy fürt banánt. A mai fiatalok már nem értik. Hármat tudtam belőle megenni, utána pedig kész voltam, pedig hanyag dőltem. De az érzés az, hogy... Csak a nyáron nem volt, nyáron még nem volt. Nem jött. Hát jött a hideg, meg jött a banán. De télen is csak pult alól. Igen, télen is csak pult alól, ha volt zöldséges kapcsolatod, de egyébként jött a tavasz, és eltűnt a banán. Ennyi. És te a banán ízét a télhez kötötted. Hogy a hideggel összetudtad kapcsolatot. Hideg van, tél van, banán van. A narancsét is. Ez nem volt mindig. Szerintem rémségesen ronda például, amikor valaki sörös dobozokat gyűjt a szekrényét a tényén. Én tudom, hogy az is egy szenvedély, igen? De hogy az... Az is volt nekem. Jó, de látok minden. Ezzel mennyi volt? 150 darab? Körülbelül volt olyan haver, akinek 300 volt. Fúj, de és tudod, porosodnak, rondák, leborulnak, és így az egész... És ugye megittad általában. Szörnyen néz ki. Illetve akkori fejjel nyilván nem most már, ha bemegyek valahol, és látom, azt mondom, hogy tőlem távol áll, de nyilván valaki szereti, nincs ezzel baj. Annyi sörmárka nevet tudok, soha nem ittam őket, de iszonyatosan sok volt. Imádtam őket. Imádtam. Nagyon mutatósak volt. Valószínűleg egyébként nem lesz ilyen 20 év múlva. Nem. Ami ennyire, nem is azt mondom, hogy kellemetlen, hanem ami ennyire megváltozik. Itt írják még alkotók, hogy ventilátoros csillár. ventilátoros csillár. Sok helyen volt. Sok helyen volt. Légkondéra nem tellett, érted? Meleg akkor is volt. De legalább forgatta a jó meleg levegő. Igen, hát ezek nagyon jók voltak. Nálunk a tévén volt a terítőd, Gábor. Azt sokan csinálták. A tévén a terítő is egy picit a tévén belógott. A terítő picit belógott, és a terítő még valami kis ugró porcelán tigris. Vagy porcelán hal. Vagy porcelán az üveges, hal. Az a színes, azt írják igen. Is több hallgató, hogy színes üvegből volt, színes csíkozású üveg, üreges testtel. Fú, nagyon, és egy kicsit görbült fölfelé. A másik, azt is nagyon sokan írják, szamovár. Szamováratok volt? Nekünk nem. Nekünk nem. Borzalom szerintem. Borzalom. Maga az elmúlás, én ránézek egy szamovára, és így borzalom. Nekünk... Pedig tudom, hogy milyen szép, meg mire használható. Nekem apám volt Kijevben, és akkor azzal tért haza egy nagy szamovárral, és két kicsivel, egyikbe se főztünk soha teát. De nem is az, hogy nem főztél benne teát, te gyerek voltál, frusztrált, hogy nem érhettél hozzá, frusztrált, hogy soha senki nem nyúlt ahhoz a büdös szamovárhoz. Nem értetted, hogy mire jó, csak nagyon nagy volt, drágának nézett ki, csillogott, villogott, de a büdös életben nem láttad, hogy azzal mi történik. És volt egy tárgy a lakásban, amihez soha nem nyúlhattál hozzá. Megvan? Bizony. Valóban elmentél, a szamovár, ne nyúj hozzá, tudod. Hát akkor az egy családi örökség volt. Apákról fiúkra szállt a szamovár. Nekünk nem volt, de nagyon sok helyen volt, minden lehetett játszani, a szamovárhoz nem nyúlhatsz. Senki. De még csak nem is főztek benne semmit. Ezért volt csak kellemetlen, mert ugye nem főztek benne egyáltalán, de lehetett volna benne vizet forralni, csak hát ugye mi nem használtuk, csak ilyen dísznek. Nekünk nem sok család mondhatja el ezt szerintem magáról, nekünk volt például citeránk is. Falon? Aha, de fönn a szekrény tetején citera. És használta valaki? Apám tudott citerázni. De használta? Hát nagyon ritkán, hála jó Istennek. Én nem nagyon szeretem a citerát. De nagyon menő volt. Festett, faragott? A fa. Nyers fa. A zene volt a lényeg, nem a látvány. Hát persze, puritanizmus, mi? Igen, szóval érdekes, igen. Hogy az menő vagy ciki, nem?
Mamák cipő. Ma már, akkor az inkább egyfajta, az ilyen dolgok egyfajta státuszszimbólumot jelentettek. Hát nagyon sok mindennel nem tudtál ugye akkor hivalkodni, tehát nem arról volt szó, mint most, hogy akkor nagy kocsi, vagy medence, vagy nagyház, hanem ezek a kis apró dolgokkal éreztettette a rokonsággal, hogy azért itt van mit a tejbe aprítani. Nem? Vajon egy cég forgalmazta például ezeket a posztereket? Mert azok milliárdosok lettek. Biztos, hogy egy cég? Nem lehetett akkor még. Gondolod, amikor megszórtad az országot egy ilyen nagyszobában felelhető kis poszterre. És mindenki, volt négy fajta. Négy fajta volt, és abból megvoltál. Hát igen. Nagyon jók voltak. Üres piás üvegek. Fönt a szekrény tetején. És most nem, a lélektanát nem értem, hogy arra vagy büszke, hogy megittad, arra vagy büszke, hogy megvehetted nem, és megihattad. Az van, hogy legtöbb esetben nem is te ittad meg. Tehát, igen, már csak kaptad valahonnan, igen. Figyelj, nem volt olyan lakás, illetve az a lakás nem volt menő, ahol ha bementél, nem láttál VAT 69-es üveget. Az megvan nektek? persze. VAT 69. Soha nem ittam, senkivel nem találkoztam, aki ívott volna. Mindenki ismeri, mert az üveg nagyon jól mutatott. Igen. Rézmozsár, anyám a mai napig gyönyörködik benned, egyszer kidobom, úgy utálom. Hát az nem az értékan a kára van. Igen. A velencei műanyag, ha jó, világító forgózenélő, megvan? És még volt ember is a végén, és ment az ószó, lemi. Az nekem nincs meg. Igen. Ivó kacsa? Az mi volt? Vagy a gólya? Gólya. Igen. Pohárba kellett vizet iszik, kellett elé tenni. Iszik. Nincs visszadől, meg? Vizet, és a vizet mindig pótolni. Nem, nekem madarak iszik, voltak, amik egy ketrecbe ültek, vagy egy ilyen kis kalitkába, és akkor forogtak ide-oda, csőrike, mert még valami, és akkor ment az elem benne, és forgott ide-oda. Ugyanez volt, hogy ivott a gólya. De abban nem volt elem, az ugye valami fizikai hatás folyamán kezdett el bólogatni. Nagyon. Olyan is mindenkinek volt szerintem. Jó, tikit a kigolyók, egyik végéről megindultunk, másik végén elén, az is óriás. Drága volt az akkor? Csak megvetted, mert jól nézett ki? Az elemes volt egyébként, szerintem, tehát az tudott menni folyamatosan is. Az nem volt olcsó. Azt szerintem azért nem a tikit olcsó, aki? Az nem. Ami olcsó volt, ez az a legényleányos hőmérős kisház. De szerette. Az millió helyen volt. Az nekem volt. De én azt imádtam. De hát az állítólag ott az tényleg működött. Tehát igen. Ez egy barométer alapú dolog volt, hogy érezte, hogy milyen a nyomás, és amit jó idő van, kijött a fiú, ha rossz idő lesz, kijött a lány, vagy lehet, hogy pont fordítva, de hogy amíg el nem rontottad, mert gyerekként állandóan ezért cseszegetted a fiút, visszanyomtad, addig az elvileg tényleg működött. Azt hiszem, hogy egy ilyen spirálhúgos rendszerű volt, igen. Ami ugye a hőtágulásra. Ugye a hő hatására ugye tágult, vagy szűkült, és akkor valahogy úgy irányítgatta a legényt, meg a leányt. Madaras cigitartó, gyerekek, egy nagyon csúnya műanyag, az aljába veletetted a cigit, kivetted a dobozából. És a madárnak a szájából jött ki. És a csőr, a madár így lebólintott, és ugye a csőre pont ráment a cigire, igen. És kiemelte a cigit. Hát, és egy gombot kellett nyomogatni. Jézus, ez most jutott eszembe. Csúcsgincs. Igen, érdekes dolgok voltak ezek. Volt ugyanez valami letolt gatyájú kövér fickóval is. Várj, az pisilős fizikus. Az a pisilős fizikus. Nem, ez csak halucinált. Ennek a változatnak nem a kezéből vetted el a cigit. Hanem letolt a nadrágot, és kijött a cigi. Aha. Na, ideig. Hogy egy csávó letolt a nadrágját, és kijött a cigi. Letolt gatyával volt ott. Igen, és ugyanez a megnyomós. Hogy hívják, és megnyomtad, és akkor kitolt egyet. Ez nekem nincs, meg. Hát. És úgy tudtál rágyújtani, hogy mindig tolt neked egy cigit? Kedves egész. Igen. Na jó van. Gyerekek, már nem is emlékeztem, hogy jutottunk el ide. De mindegy is. Egyébként 9:30 múlt pontosan 6 perccel. Egy pici reklám, nem tart sokáig, nem fog fájni. Utána jövünk a nap legjobb pillanataiban. Morning Show. A Klassz FM-en. 3:10 lesz pontosan. 3 perc múlva. Hol lehetnek most vajon ezek a tárgyak? Szerintem ezek kidobtartásokban. Szerintem nem, nagyon sok helyről eltűnt, de hogy ezeket kidobta, egy jött egy lomtanítás, ezeket mindenki kivágta? Valószínűleg. Hát eltörtek, nem működött már a kakukos óra, és akkor kidobta. Nem jött is több cigi a szamás helyhaján. Szépen így elt, mert van, aki ugye gyűjti, de hogy ezeket ma már így nem nagyon találod meg. Nem. Hát legalábbis olyan mennyiségű biztos nem, amennyire így el voltak vele látva a magyar háztartások. Hát a nagy részüket szerintem kidobták. Ezek már lomok. Igen. Gazdag ember kérdése, miért görbe a banán? Szegény ember kérdése, miért görbe a banán? Szellemes, igen. Na mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy
Miről is volt ma szó, fölhívtuk a mi drága pécsi Norbinkat, a közútkezelő szóvivőjét, és beszélgettünk kicsit az ónos esőről. Egyrészt, hogy oszlass el azon tévhiteket, miszerint ugye nincsenek nagyon sószorok az utakon, mindenki rajtunk érte számon, hogy nagyon csúsznak az utak, hol vannak a sószorok. Mi gondoltuk, hogy felhívjuk Norbit, hogy mondja el, többek között például azt, hogy már nem sóznak rá az ónos esőre, csak alá, ezért nem biztos, hogy láttuk őket hajnalban. Beavatott minket egy-két kulisszatitokba, valamint megfejtettük, hogy jó-e az, ha hazudik a gyerek, mikor jó, mikor nem jó, és milyen jövő vár Juli gyerekeire, mert hogy ő hozta be ezt a történetet, és ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Morning Show. A Klassz FM-en. 10 perc múlva pontosan 10 óra, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Csabi, hello, jó reggelt. Jó reggelt, szevasztok. Csúszik nagyon? Figyelj, már nem annyira. Tehát ott, ahol sok autó jár a főutakon, egyrészt valószínűleg sóztak is, másrészt meg ugye az autók, ahogy mennek, és a surlódás miatt már nem csúszkál. Viszont nagyon veszélyes, ha valamelyik mellékútra ráfordulunk, és azt hiszük, hogy hát már nem csúszik, akkor könnyen bajba kerülhetünk. Vannak még a mellékutakon azért problémák, de melegszik a levegő, úgyhogy mire ti mentek haza, már nem lesz gond. Meteorológiai és vezetéstechnikai tanácsok a házi csapától. De azt mondja, valóban durva volt ez most éjszaka, tehát ez, sokan esnek kell. Igen, gondoltam rá, amikor én 7 órakor felébredtem, ahogy ti vajon hajnali 5-kor vagy egyesek 6-kor. Jégpálya, ki 5-kor, ki 3-4-6-kor, amikor megérkezik. Szóval hogy indultatok neki? Nagyon csúszott. Nagyon tehát tényleg dermesztő volt. Ilyenkor az van, hogy az ember kertes házban lakik, akkor fel kell egy kicsit előbb télen, hogy hát, ha történt valami éjszaka, ami miatt ki kell menni, takarítani, sózni, stb. Hát gondolom, ti hajnalban azért nem látom. Ez nálam csak annyi, ránézek az óra, hogy Istenem ad, hogy ne essen. Hát én idáig jutok ezzel, hogy úristen, 5 óra 32 van, Istenem ad, hogy ne legyen hó, ha kinyitom a garázskaput. Tehát azért az nagyon korán kerül. Kimegy a traktorral. Kimegy, és még előtte kicsit összetakarít, hát ennyi időnk azért nincsen. Ott a véletlenre bízod, nem? Jöjjön, aminek jönnie kell. És nem is indulsz el előbb, én legalábbis soha. Tehát mindig abban az időpontban. Hát, te kinézel fel, hogy milyen idő van? Hát nekem nem olyan macerás, azért én 6-8 perc alatt bent vagyok. Mondjuk igaz. Majd kicsit lassabban jöttem, de a Hungáriát már takarították. Mm. Igen, tehát tényleg a főutakkal nincsen gond. Ettől függetlenül tessék óvatosan vezetni. Igen, tényleg. Csabi. Hívjuk a nap hallgatóját, aki ha mondja, hogy morning show, akkor kap egy szép kis ajándékcsomagot. És aztán szépen lassan búcsúzunk. Morning show. Az bizony! Jó reggel! Jó reggel, szervusztok! Na, így kell ezt. Szia! Károly vagyok. Ki vagy? Károly. Károly, hello Károly, jó reggelt, hol hallgatsz minket? Hát most pillanatnyilag Kispesten vagyok, abban a bevásárlóközponttal, ahol Jani is szokott rendszeresen járni. Egyébként Óbudán Csillaghegyen lakom. Óbudán Csillaghegyen. Írtál nekünk egy SMS-t, amivel teletél a hallgatója, az SMS így szól: magyar közútkezelő, a show, amelyre az ország ébred. Tehát ezt mi nagyon, nagyon szeretjük, és ezt mondtuk is, hogy nem is vagyunk irigyek, odaadjuk a közútkezelőnek. Sajnos nagyon használni. Aktuális volt. Igen, hallottam, köszönöm szépen. Igen, küldünk egy szép kis ajándékcsomagot, jó? Nagyon szépen köszönöm. Örülsz neki? Hogy a viharban, hát már most itt vagyok kint a bevásárlóközponton kívül, már lefagyottak az ujjaim, csak hogy folyamatosan tudjanak benneteket hallgatni, mert közben én itt dolgozok, péntekenként idehozom a kis mézes kalácsaimat, úgyhogy most ott hagytam csapott papot. Nagyon jó, hallgass minket, köszönjük szépen. Küldjük neked, jó? Köszi. Minden jót nektek. Ciao. Hello. És nagyon jó mézes kalács, én tudom ki ő. Igen? Tényleg? Ismered a mézes kalácsos srácot? Igen. Biztos miattad jutott ide be. Szerinted mi? Lehet, hogy elviszem neki a csomagot. De, na, megvárottam önkülkinél biztos. Na, spórolok egy kicsit a cégnek. Bolygen. Mi a recept, Feri? Hát nem tudom a hallgatók elől elrejteni azt a receptet, amivel magadhoz édesgetted a kocsonyát. Fagyott húsleves. Ettél nem volt rossz, nem volt rossz. Ahol hús van, meg alól szilárd részek, az finom. A fagyott húsleves számomra tovább is rejtél, hogy lehet azt egy aszpikos valamit megenni. De amit te csináltál, a sok hús volt, az jó volt. Na, ez a szalonkocsonya. Nem lögybölődik ki, amíg ideig. Ugye, nem az, hogy fedőt hogy kell rátenni. Szalonkocsonya receptet tettem föl, ami a Balázs kedvence alcímmel, amit most már szerintem te hazamész és veszed a disznó füleket, farkakat és főzöd otthon. Ez nyilvánvalóan nem igaz, de ezt meg lehet csinálni. A szalonkocsonyát,
aki még nem csinált. Ez ugye egyébként olyan recept, aminek mindenkinek, aki csinált már kocsonyát, annak van saját bejáratú. Mikor én föltettem be az alapanyag képet, akkor írtak, ebben nem kell babérlevél, a másik megírta. Mindenki úgy csinálja, hogy akarja, ez azoknak van, akik még nem csinált. Figyelj csak, a sok kedvéért csinálja, biztos, hogy 20-30 tányér már ott dermed a padlás feljáróban. El tudod képzelni. Tegnap lefőztem az alaplevet, most kicsit várom, hogy megdermedjen, megy bele a malacláb, olyan kocsonyát csinál. Egyetek belőle sokat. De nem, tényleg jó volt, de én a hús részét ettem. Tehát azért értelmezhetőbb számomra. Csabikám, remek zenék így a hétvége felé? Biztosan emlékeztek a Matafix zenekarra. Pontosan 10 évvel ezelőtt volt nekik egy nagy slágerük, a Big City Life. Egy ilyen hip-hopos sláger volt, egyébként ők játszottak mindenféle stílusban. Na, ennek a csapatnak az egyik énekese a Marlon Rudett, akinek már volt korábban egy szólólemeze, és meglepően ilyen nagyon romantikus lágy dallamokat hozott akkor, és most is. Hozok még egyet tőle, az a címe, hogy When the Beat Drops Out. 10 év kell, mire szülnek egy dalt? Vagy ez hogy van? Tíz nem, év... tehát azért a nem, 10 évvel ezelőtt volt az a slágerük. 10 év volt, mire a tikerából intott. Na jó, menjen. A Big City Life volt a nagy slágerük 10 évvel ezelőtt. Az egy nagy sláger volt. De azóta dolgoztak ők, meg hát voltak egyéb dolgaik. Csak gondoltam, hogy a többit nem említem meg, mert véges a műsoridőtök. Jó, meghallgatjuk, kíváncsiak vagyunk. Az egyébként tényleg egy nagy sláger volt. 3 perc múlva 10 óra, Csabi jön a kívánság műsorral, 555-55-00. Ez a telefonszám, ha valaki szeretne tőled dalt kérni, mindenkinek szép hétvégét. Jövünk hétfőn 6 órakor. Szevasztok! Sziasztok! Ciao, ciao. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.